Mondom, érdekes, érdekes lesz hozzáállni ez a dologhoz, de hát már alig várom, Mr. Jani. Üdv mindenkinek, srácok! Itt van egy dr. Kujla András, aki hát, hát el, 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 először is nagyon köszönöm, hogy hajlandó voltál egyébként erre. Én köszönöm a meghívást. Mert, mert, mert megmondom őszintén, hogy uh, mióta újraindítottuk a podcastet, uh, szerettünk volna ezzel a témakörrel foglalkozni, csak hát ugye nagyon nehéz ebben az ügyben megtalálni ugye a megfelelő embert, uh, meg eleve tudod, az elhatározás, hogy ah, beszéljünk erről a dologról, vagy ne, de amúgy meg annyira kéne. Tudod, az emberek gúnyolódnak velünk mindig, hogy influencer, tudod. De, de, de el lehet gondolkozni, hogy mire használják ezt az influenced? Mire? Aztán szóval egy kicsit ilyen ismeretterjesztésre. Hasonlók. Az, hogy miért, hív miért téged hívtunk ide, azt szerintem nem nagyon kéne leplezni, te ismered Janit. Igen, kilenc éve találkoztunk egy vonaton. <laughs> Igen. Na, és ennyi. És szóba elegettünk, mert késett a vonat, uh -huh. és akkor azt hiszem volt nála valami nagyon új telefon, amit megkérdeztem, hogy hogy az micsoda, vagy az milyen, és elkezdtünk beszélgetni, amíg a vonat állt a semmi közepén, és így ismerkedtünk meg konkrétan. De, de, de ez azért, mert te is így szereted ezeket a künyüket, meg a, meg a tech cuccokat, amellett ugye, hogy nem ezzel foglalkozol és ennyi volt az érdeklődés? Abszolút. Meg, hát ott ültünk egymás mellett, a vonat állt, és elkezdtünk beszélgetni. Engem, engem akkor abszolút érdekeltek a, a tech-kütyük, ő pedig egy teljesen új telefont nyomkodott, kiderült, hogy pont akkor csinált egy weboldalt, vagy annak a, az időszaknak Úristen, a környékén. Azaz. Az. Sőt, be is húzott, mert még elmentünk a a Mon Parkba, vagy valahol volt egy telefonkiállítás, a legújabb telefonok, Igen? tabletek voltak itt, és akkor ott valamit nyomkodtam is, és még cikket is írtam belőle. Ne már! De, nem már! De nem vagy te normális, de... Ne. Nem. <há> Igen, de, de ugye az volt a durva, hogy beszélgetünk Janibal, és akkor tudod így, mikor ez a téma akar fel, akkor mondta is, hogy valakit ismer aki foglalkozik ilyesmivel. Te egyébként nyilvánvalóan orvos vagy, tehát nem ügyvéd miatt vagy doktor, ez nagyon fontos. Igen. De pont amiatt, hogy ebbe a témakörbe mielőtt belekezdünk, az emberek kíváncsiak arra, hogy miért, egyáltalán miért gondoltak, hogy te tudsz erről a témakörről beszélni, hogy te milyen orvos vagy pontosan, mivel foglalkozol, meg miért beszélsz a Covidról? általános orvosit végeztem, mint minden orvos, 16-ban, utána én e, pszichiáter Ként, pszichiáter rezidensként kezdtem a pályát másfél évig, voltam pszichiáter rezidens, és utána váltottam sebészetre. Uh -huh. Ez egy érdekes váltás volt. Ötödében nagyon megtetszett a sebészet, de én annyira a pszichiátri irányába mentem, már egyetem alatt ott is kutattam, úgy gondoltam, hogy jó lesz nekem a pszi, aztán rájöttem, hogy, hogy, hogy mégsem. Ez egy kicsit ilyen pörgősebb munkarendre váltam meg, a, akkor ismerkedtem meg a feleségemmel, és az ő apukája, ő áll torvos és néha asszisztáltam neki ilyen francia buldog műtéteknél. Na most kezdődik a conteo. Ajaj, ajaj. Most kezdődik a mond csak tovább. És, még. és, és rájöttem, hogy, hogy megvan az a flow, amikor úgy segítettem neki, mm -hmm. mint ami ötödében a nyári gyakorlatom volt, és, és, és elkezdtem gondolkodni a váltáson, és végül váltottam, így tökre örültem. És hogy miért beszélek a Covid-ról? Hát azért, mert szakmámból adódóan érintett a COVID, és utána pedig 8 hónapig COVID-osztályon dolgoztam. Uh -huh. És akkor ett, erről te egyébként nem csak nálunk beszélsz most, hanem vállaltál már ilyen, 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 ilyen szerepben, más műsort is, ugye, ahol beszéltél így a COVID-ról. Igen, én úgy gondolom, hogy a tájékoztatás az nagyon fontos, meg meg így a COVID alatt volt egy kezdeményezés, a Fogjunk össze alapítványnak, meg a Kórház Szövetségnek, és akkor volt egy év COVID dolgozója díj, és akkor ott én díjazott láttam, Igen. és akkor annak kapcsán hívtak meg, amire hát nagyon büszke vagyok, mert mert abszolút én nem is jelentkeztem, meg nem, nem olyan dolog volt, szóval én, én nagyon meglepődtem, és akkor ez volt az, amikor egy kicsit úgy nagyobb publicitást nyert az, hogy én Covid osztályon dolgozom. Uh -huh. De ettől függetlenül szerintem így a Covidról beszélni, mivel mindenkit érint, titeket is érint, tehát szerintem fontos. Én tanítottam mikrobiológiát az egyetemen alsóbb éveseknek, hivatos gyakorlatvezetőként, és azt tudom mondani, hogy nagyon specifikus kérdésekben még így sem tudok be belemenni, mert, mert Milliószor nagyobb tudás kell ahhoz, hogy mondjuk valaki a vakcina fejlesztésről vagy ilyen dolgokról tudjon a technikai részről beszélni, de talán ez arra jó ez a podcast, hogy, hogy kicsit így, így távolabbra meg tudjuk nézni. Persze, meg ugye pont, a, pont az a fajta tapasztalatod, öm, legalábbis nagyon fontos, én úgy gondolom, hogy ugye téged is a rendszer úgymond behúzott, hiszen ugye az elérhető emberek, mint ugye erre a részre kerültek, ugye a sürgős időszakokban, ugye Covid osztályra kerültél te is, és ugye tapasztaltad a dolgokat. Tehát nem csak az van, hogy neked van egy nagyobb rálátásod arra, hogy hogy működik mondjuk az ember bizonyos szinten, hanem van konkrétan a betegséggel is tapasztaltad, meg ugye az emberekkel dolgoztál együtt. Igen. Ugye, nem tudom, én is úgy gondoltam, tudod, hogy, ez, hogy, hogy az meg eleve, hogy mások is úgy gondolták, hogy, hogy, hogy te úgymond kvalifikált vagy erre a feladatra, talán tudunk egy jól beszélgetni erről. Fontos az, hogy ugye nyilván nekem is rettentő sok kérdésem van ezzel kapcsolatban, de a közönségnek is nagyon sok kérdése van, úgyhogy mindenkinek nagyon köszi, aki, aki dobott be kérdéseket. Azért ülök itt ezzel a vacakkal, mert úgy próbáltam összeállítani a dolgokat, ugye beépítettem ebbe a közönség kérdéseit is, ebbe az egész kis anyagba, amiről érdeklődünk, stb., hogy, hogy az ő az ő kérdéseik is úgymond előjöjjenek, illetve az én saját kérdéseim is, mert hát ugye maximum véleményt tudok alkotni erről a dologról, mint a legtöbb ember. És egyébként ez, ez, ez bazasztó. Én nem tudom, én talán azzal kezdenék ebben az egészben, hogy szerinted mi az oka annak, hogy ahogy, ahogy, ugye előjött ez az egész témakör, tehát megjelent ugye ez a vírus, a többi, arról is nyilvánvalóan a médiából tudunk. Hogy szerinted mi az oka annak, hogy már a kezdeti kommunikációk olyan irányba mentek el, hogy nem volt már az elején sem igazából az átlagalakosságban egy bizalom a tudomány és az egészségügy irányába, hogy vajon ez amiatt volt, hogy ennyire erős a média befolyása, vagy, vagy valahol elvesztettük ezt a bizalmat? De tudom, neked mi a véleményed erről, hogy, hogy miért nem tudtunk úgy belevágni, hogy ezt kell csinálni, és kész? Melyik oldalról? Hogy most a laikusok a oldaláról a vagy hogy, hogy miért igen. nem volt meg a bizalom? Hát egy teljesen új dologgal látunk szemben, és, és ö, olyan dologgal, amit az emberek nem ismertek. Sőt, ö, ez egy olyan betegség, amit ö, mi orvosok sem ismertünk. Ö, és valamilyen szinten érthető volt ez, a, ez az aggodalom, vagy félelem ebből adódóan, az, hogy ez egy olyan dolog, ami eltért a, a saját ismereteiktől, és azon kívül helyezkedett el. És a, a, a félelem, az sokszor egy, egy, egy bizalmatlanságot válthat ki az emberekből, Úgyhogy szerintem valamilyen szinten ez egy természetes reakció, hogy hogyha valami újat találkozik az ember, amire nincs ráhatása, akkor szkeptikus azzal kapcsolatban. És ezt talán azt tudta tetézni, hogy mivel a tudomány számára is egy új betegségről volt szó, nagyon sok kérdése nem tudtunk azonnal választani, mert ez a különbség a véleményalkotás és a tudomány között, hogy véleményt lehet gyorsan alkotni, a tudomány viszont akkor tud valamilyen tudományos magyarázatot adni, hogyha azt megvizsgálta, kutatta, ellenőrizte és hitelesítette. És talán ez a nagyon gyors válasz vászadási készség eh, hiány volt az, ami az emberekből egy ilyen nagyon nagy szkepticizmust, vagy akár bizalmatlanságot váltott ki. És akkor ezért tettek gyakorlatilag nyitottak azokra a forrásokra, akik meg készséggel szolgáltak különböző verziójú válaszokkal erre a dologra. Mert itt különösen arra gondolok ugye, hogy uh, nyilvánvalóan azt teljesen megértem, hogy mondasz ugye, hogy nem tudtok egyértelmű uh, válaszokat kapni. Egyébként nagyon hosszú ideig szerintem, és ez probléma volt, de erről beszélünk. De hogy tudod, még az év elején, tehát még, még nem is az, amikor itt beindult, indult, még az év legelején ott voltak ott a WHO oldaláról is ilyen nagyon bizonytalan megállapítások, hogy akkor most terjed egyáltalán embertelen emberre, mert ilyen fals infó is volt, vagy kell -e a maszk, vagy nem kell -e a maszk már az elején, ugye olyan részekről ilyen bizonytalan de az e mögött mind ez volt, hogy nem tudták, hogy. A tudományos világ addig nem ö, jelenthet ki valamit, amíg azt, azt be nem bizonyította, vagy száz vagy, százalékig, szinte száz százalékig le nem ellenőrizte, hitelesítette, hogy az tényleg úgy van. Uh -huh. ö, és, és és ebből adódóan tűnhetett úgy. De ez nem azért volt, mert valami információt el szeretnétek volna fedni, hanem pont azért volt, hogy amikor... Információt adnak, az valódi hiteles információ legyen. Uh -huh. Mert uh, á, most próbálok a közéletből valamilyen ilyen uh, példát mondani. Uh, én, én azt szoktam uh, talán felhozni, és talán többen látták azt a mémet, hogy van egy kerítés két szomszéd között, az egyik szomszéd átnéz a másik szomszédhoz, egy kulcsukon, és azt látja, hogy nála szakad az eső. Esik az eső, míg a saját oldalán süt a nap. És tényleg, a kulcsukon keresztül nézzük, akkor abban az aspektusban, abból a szemszögből úgy tűnhet, hogy a szomszédnál esik az eső. De hogyha felmászik egy létrára és felülről néz rá a szomszéd kertjére, akkor láthatja, hogy a szomszéd pont a, a kis luk előtt locsolja a kertjét. Mm. És a tudomány nem engedheti azt meg magának, hogy egy kulcsuk nézet alapján alkosson véleményt, hanem neki a, a, a bigger picture-t, a, a teljes képet kell látnia, és azt alátámasztania, és akkor mondhat valamit. És mert egy nagyon új betegségről volt szó, amit tényleg eddig nem ismertünk, és remélem lesz a lehetőségünk kitérni arra, hogy például egy vírusból hogy alakul ki egy új vírus vagy egy hogy új nem. betegség. Szóval mivel egy új dologról volt szó, így hirtelen nem áll rendelkezésre minden információ. Hogyha valaki elé oda tesznek egy egy, egy olyan autót, amivel még soha nem találkozott egy olyan modellt, van rajta egy ismerős jelvény, márkajelzés. Nem tudja anélkül megmondani, hogy milyen motor van benne, hány hengeres, hogy gyorsul, hogy fékez, hogy megvizsgálná. Szóval ez a nehézsége a tudománynak, de pont ezért jó bízni a tudományban, mert hogyha, hogyha valódi hiteles szakemberek mondanak valamit, akkor abban tényleg meg lehet bízni. Csak lehet, hogy ők lassabban mondják, mint például a az otthon konteókat kitalálók. Igen, meg valószínűleg ugye lassabban mondták, mint ugye a híroldalak, akik ugye megvizsgálás nélkül ugye azonnal mindenféle öt, sokszor ötlet kommentet megjelölve forrásként ugye egyből pukkantották a, az információkat, amik gyakorlatilag záporoztak, mert egy ilyen clickbait volt az egész dolog, sőt még mai napig is az. Talán most már unják az emberek is ugye ez az állandó hírezést, és ez vihette félre, hogy ahogy nem volt egyből ugye olyan tudományos magyarázat rá. Egyébként jó is, hogy mondtad a vírus kialakulását, mert erre juha beszélünk, mert ezzel együtt pontosan ez az, ami nem jött át az embereknek információként, hogy nagyon sok helyen úgy volt közel, hogy ez is csak egy koronavírus, találkoztunk már ilyennel sokszor, és sok embernek nincsen meg az, hogy mi, miben különbözik ez más koronavírustól, vagy egy sima influenzától. Ugye érkeznek ezek a kicsit tényleg laikus kommentektől, hogy mitől ilyen nagy szám ez az egész, most miért kellett ettől így megijedni? Milyen, milyen ö, ö, attribútumokkal rendelkezik ez a dolog, ami a ennyire félelmetes, új, stb. Mert ugye ezt nagyon rosszul közölték le, hogy ugye ez tényleg egy teljesen új dolog. Hogy erről tudsz nekünk mesélni egy kicsit, hogy mitől olyan specskó a Covid-19? Um, igen, igen. Um... És a másik dolog, ami miatt sokszor félre mennek az infok, hogy, hogy kimaradnak ö, ö, fontos részletek. Hogy például valaki úgy beszél a vírusokról, vagy csodagyógymódokról, ö, vagy erről az egésznek a kialakulásáról, hogy igazából nincs tisztában azzal, hogy mi egy vírus. Szóval, hogy így. Vannak ilyen egészen abszurd, én is olvasom ezeket, és egy ideig, amikor így a tényleg elkezdtem COVID-osztályon dolgozni, akkor még talán, hát nem azt mondom, hogy sportot üsztem belőle, hogy olvastam a, a, az ilyen komment oldalakat, de úgy, úgy aktívan olvastam, és rá kellett jönnöm, hogy sokan úgy, úgy adnak ilyen tudományosnak hangzó eh, magyarázatot, hogy igazából az alapokkal nincsenek tisztában. Hát erre az internet, a megfelelő szavakat kell használni, bizonyos gyakorisággal betűzni néhány százalékot, tudod, a megfelelő mondatokba, és tudományosan hangzik. É, és teljesen tudományosan hangzik, miközben én úgy, hogy elvégeztem az orvosi egyetemet, ami 12 fél éves, szóval, hogy, 6 évig tanul az ember, mire, mire, orvos lesz. És hát vannak olyan könyveink, mint a belgyógyászat, hogy csak a maga a tankönyv 2200 oldal, és ez egy, egy, egy tárgy az 55-56 tárgy közül. Szóval több tízezer oldalt kell megtanulni, és még gyakorlatilag vezető is volt a mikrobiológiával, így is azt tudom mondani, hogy csekély a tudásom, hogy, 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 hogy én bármi újat tudjak mondani. Én azt tudom ennek a tudásnak köszönhetően megítélni, hogy azok a, a cikkek, azok a, a tudományos publikációk mit akarnak mondani, mert tisztában vagyok a, a biológiai ismeretekkel, meg a mikrobiológiai ismeretekkel. És hogyha valaki ezt a fázist ki, 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 kihagyja, akkor könnyen találhat olyan összefüggésnek tűnő magyarázatot, vagy logikusnak tűnő magyarázatot, ami igazából, hogyha utána nézne, kiderülne, hogy csak logikusnak tűnik, de közte van egy hatalmas szakadék. És például a vírusok azok, azok, azok ilyen genetikai paraziták, szóval, hogy, hogy, még csak a tudományos világ még mindig vitázik azon, hogy élőlényeknek vagy ne élőlényeknek sorolja be őket, mert a vírus, amikor így a környezetben van körülöttünk, például semmilyen életfunkciót nem mutat. A vírus az egy, egy genetikai kód, körülvéve egy fehérje burokkal, ami akkor aktiválódik, hogyha bekerül a sejtbe valamilyen módszerrel kötődik a sejthez, így bekopog, e, a sejt az így ártatlanul kinyitja az ajtót, mert hozzákapcsolódik pont egy olyan receptorhoz, mint hogyha nem tudom a GLS hozott volna egy csomagot, és, és akkor bejut a sejtbe, és akkor ott ledobja magáról ezt a kis köntösét, és megfertőzi a genetikai állományával a, 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 a sejtet, és utána más sem csinál, mint azt a fertőzött sejtet, azt rábírja arra, hogy a saját funkciói helyet őt már Solya. És ez pedig a sejtpusztulásához vezet, mert lényegében olyan, mintha bejönne ide valaki, és azt mondaná, hogy ne ezt a, 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 a nagyon jó csatornát csináld, hanem kezdjél el nem tudom, kis kartondobozokat hajtogatni, de nem ehetsz, nem ihatsz, és csak ezt csinálhatod, előbb-utóbb belepusztulsz. Ezt csinálja a sejtek, és amikor a sejt elpusztul, akkor pedig gyulladás jön létre, és azt teszi tönkre a szervezetet. És a koronavírus az abban új ez a típusú koronavírus, hogy az eddig eltérő koronavírusoktól az eddigi koronavírusoktól eltérő módon sokkal jobban tudja az emberi sejteket megfertőzni, a tüdősejteket sokkal jobban szaporodik benne, és, és, sokkal súlyosabb gyulladást jön létre utána, ami akár a fertőzött személy halálához is vezethez vezethet, miközben a fertőzött személy folyamatosan képes más embereket megfertőzni akkor ebből a szempontból ugye mind fertőző képesség, mind úgymond mortalitás szempontjából egy, egy, egy súlyosabb dologról beszélünk, mint az eddigiek közül, amiket láttunk, ugye? Vannak olyan koronavírusok, körülbelül hét olyan koronavírus törzset ismerünk, vagy, vagy, vagy külön koronavírus, ami, ami embereket képes megfertőzni, és ezeknek a nagy része eddig csak náthát okozott. A szezonális náthának egy részét, koronavírusok okozták, de ugye ott nem volt olyan mértékű a sejtpusztulás, az immunrendszer el tudta pusztítani, míg ennél a koronavírusnál az jellemző, hogy a tüdősejteket nagyon nagy mértékben megfertőzi, nagyon magas vírusszám keletkezik az emberi sejtekben, és ezek a sejtek elpusztulnak, és utána egy egy nagyon súlyos gyulladás jön létre a tüdőben. És, és ami még más dolog, hogy a szezonális e, koronavírusok azért e, nagyon régóta velünk vannak, ezzel ellen pedig teljesen védtelen volt az emberi szervezet, mert nem voltak ellenanyagai egy olyan hadsereggel állt szemben a, a, az emberiség, vagy az ember, aki megfertőződött, ami ellen egyszerűen nem volt fegyvere. Világos. Próbálom egy elnézést, kicsit hosszabban válaszolok. Csak... még csak azt jelenti, hogy én beszéljek ezekről a dolgokra, gondolj bele. Igen, nagyon sok kérdés felmerül egyébként ezzel kapcsolatban. Nekem csak az a feladatom most, hogy valahogy próbálják tudod rendszer találni benne, mert rengeteg sok információ van, hogy legyen valamilyen sorrend. Úgyhogy beszéljünk most az egyik legmegosztóbb részéről ennek a dolognak, ami most így ebből közvetlenül következik. Ugye nagyon sokan, akik megismerték tudod ennek a COVID-19-nek nagyjából a hátterét, hogy, hogy mi is ez, stb. mert azért elolvasni el lehetett ezeket a dolgokat igen. a megfelelő platformokon, hogy honnan lett ez a cucc. Tehát vannak, nyilván van nagyon sok elmélet. De ugye a legsúlyosabb kérdés az az volt, hogy ugye labarba származik ez a koronavírus, vagy valamilyen természetes úton jön létre. Nyilvánvalóan tényekkel nem vagyok tisztában, mert akkor lehet, hogy már nem is lennénk, de véleményed van -e erről, vagy van-e meglátásod erről a dologról? Nekem édesapám mikrobiológus volt. Uh -huh. Ö és mikrobiológusként dolgozott, utána ezt oktatta, és így gyerekkoromban elég sokat beszélgettünk, amikor már tudtam, hogy így a biológia, kémia érdekel, és nagyjából tudtam, hogy orvosi egyetemre szeretnék menni, nagyon sokat beszélgettünk ilyen kérdésekről, és ő mindig azt mondta nekem, hogy előbb-utóbb jönni fog egy nagy járvány, mert hogy a, a kórokozók folyamatosan változnak, főleg a vírusok, és egyre többen élünk a földön, és egyre egyre jobban benépesítjük a földet, eddig lakatlan részeket népesítünk be, és nagyon könnyen utazunk a világban. És a vírusok azok, mint mondtam, saját magukat másoltatják, de még az emberi sejtek visszaellenőrzik, hogy tényleg a genetikai kódomat jól másoltam ele, a vírusok ezzel nem foglalkoznak, Nincsen javító mechanizmus, hogy visszanézi, hogy jó-e. Ez olyan, mint hogyha adatot másolnál egy nagyon megbízhatatlan másolóval egyik merevle ezről a másikra, és és egyáltalán nem foglalkozná vele, hogy az adat az hiteles marad-e. Ennek a következményén nagyon sok hibás vírus keletkezik. Ezek a hibás vírusok, ezek mutáns vírusok, de de a hiba az 99, nagyon sok 90 százalékban ez, ez hátrányos. És azt jelenti, hogy ez egy ilyen selejtvírus lesz, nem mm. tud szaporodni. De van olyan, amikor, amikor olyan hiba történik a másolásban, aminek hatására ö, ő valamit jobban tud kötődni például az emberi ö, sejtekhez. És ez az a mutáció, aminek hatására akár állatról emberre át tud jutni egy addig, ö, állatokat fertőző vírus. Nagyon-nagyon pici esélye van, de hogyha tudjuk, hogy a vírusok a fertőzöttekben milliós, milliárdos nagyságrendben másolódnak, és és ugye időben haladunk előre, akkor, akkor ennek megvan az esélye. Nagyon pici az esélye, de van rá esély. És ezen kívül a koronavírusokra az is jellemző, hogy ők nem csak másolási hibának köszönhetően tudnak mutálódni, hanem képesek rekombinálódni. Ez azt jelenti, hogy a, nem tudom, ez az egyik magyar vi virológus mondta talán ezt a nagyon könnyen érthető magyarázatot, hogy az enzim, ami másolja a vírus genetikai kódját, másolja egy szakaszig az egyik vírust, és utána egy másik vírus kezd el másolni, ami ugyanabban az időben megfertőzte a sejtet. Például az influenza vírusok így cserélő hogy, hogy ilyen kombinációk jönnek, mint hogyha a pázolat kicsit másképp rajzolná, vagy a legót másképp raknád ki. ki. És akkor kicserélődnek, és ugye nagyon sok kicserélődésnek kell történni, hogy pont olyan neki előnyös legyen de megtörténhet. Szóval természetes módon is magyarázható ez, főleg az, hogy tényleg az állatokkal egyre közelebbi viszonyt ápolunk, házi állataink vannak, egzotikus házi állataink vannak, és tényleg olyan területeken kezd el az ember élni, ahol eddig vadon volt, úgyhogy ez benne volt a levegőben eddig is, hogy, hogy lesz egy olyan betegség. korábban is voltak ilyen betegségek, amik egyszerűen elkezdték az embereket megfertőzni. Itt a nagyon nagy szerencsétlenség ebben az, hogy ez a vírus, ez pont ahogy mondtad, jó, nagy a fertőző képessége és nagy a megbetegítő képesség, és ezen belül is e, magas a halálozási szám. És ezzel kapcsolatban is volt egy csomó ilyen álhír, hogy nem is magas. Ha nem lenne magas, senkinek nem lenne érdeke az, hogy, 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 hogy óvjuk a társadalmat. Erről egy kicsit később. <laughs> szóval. Lehet azt mondani, hogy, hogy lehet azon vitázni, hogy természetesen mesterségesen jött létre, vagy találtuk a természetben egy vírust, ami, amit sikerült elvinni a vírus kiindulási helyére. Uh -huh. Ezt én megmondani nem tudom, ez kevés a, a tudásom, de természetes módon is magyarázható, és hogy a szezonális influenza változik, ugye a koronavírusok is, csak azok mondjuk lassabban változnak uh -huh. ahhoz képest. De alapvetően azt mondod, amiatt, hogy ilyen szinten lettünk, úgymond egy ilyen kozmopolita faj, ugye, hogy ugye lakhatóvá tettük a lakhatatlan részeket, és tényleg már mindenhol ott vagyunk, mindenféle olyan környezeti viszonyban, ahol vannak olyan emberek, akik azt mondanak, hogy semmi keresni nincsen. Tehát, mert ugye ilyen hihetetlen faj vagyunk, hogy kifejlesztettünk ilyen fantasztikus dolgot, hogy kabát, meg pakancs, vagy az, hogy tudod, olyan, olyan helyeken tudunk élni, ahol nagyon-nagyon meleg van, klíma, stb. Ugye belaktuk ezt a bolygót, hogy elkerülhetetlen volt, hogy ugye, főleg a gyors utazások miatt is, amit mondtál, hogy egyszer majd eljön egy ilyen. És gyorsabban kormacit. elterjedt. Például amikor Amerikát az európaiak meghódították, akkor rengeteg olyan betegséget vittek be, Igen. ami lényegében az ottani őslakosokat volt olyan, hogy 70-80%-ban kiirtotta, mert az ő immunrendszerük nem volt felkészülve azokra a betegségekre, amikkel mondjuk az európaiak évszázadok óta rendszeresen találkoznak. Igen, nagyon sok dél-amerikai valószínűleg társadalom, vagy akár civilizáció is állítások szerint hasonlókokból tűnt el végleg, mert egyszerűen nem voltak felkészülve rá. Igen. Ha visszakanyarodunk az eredetre, ugye itt most konkrétan arra a, hát nem tudom, mennyire nevezhetjük Konteónak, mert az elején az volt, most már majdnem az egyik legvalószínűbb dolognak mondják a köztudatban, ugye magát a kína wuhani eredeti dolgot, ugye víruslabor, és a többi, és a többi. Nem is arra vagyok kíváncsi, hogy most piszkáljak azzal, hogy szerinte onnan szökötte meg ez a vírus, vagy sem, mert van vannak bizonyítékok, amiket nem tudunk tényszerűen kezelni, mert fogalmam sincs honnan vannak. De ezeken a helyeken zajlik egy folyamat, amiről ugye beszélt néhány szakmobeli már, ami nem tudom igazából, hogy fogalmazzam meg ezt magyarul, mert sajnos nagyon kevésszer látok magyar ilyen kontentet, de megpróbálom, ahol, ahol konkrétan az történik, hogy bizonyos vírusokat így tréningelnek, vagy búztolnak valamilyen okból, hogy arról van neked info, hogy ezt miért csinálják, hogy mi ennek a folyamatnak a lényege, ez egy kutatási folyamat, mert ugye elsőlegesen elég furán hangzik, hogy minek akarsz még egy vírust erősebbé tenni. Ö, igen, vannak ilyen nagyon magas szintű laboratóriumok, ahol, ahol vizsgálnak vírusokat, és ezeknek a kutatásoknak és ezt úgy mondom, amennyit én is a, a, a publikációkból Persze. olvastam, az, az volt a cél, vagy az lehet a, a célja, hogy megvizsgálják, hogy hogyan hatnak azok a vírusok a sejtre, hogyan pusztítják el az adott sejtet. És például vannak olyan vírusok, amelyek nem képesek bizonyos sejtkultúrákon szaporodni. A sejtkultúrának azt egy olyan csoportot nevezünk, amelyet laborban lehet szaporítani, mondjuk emlős sejtekből áll, és azokon lehet vizsgálni ezt. De ugye nem vannak olyan vírusok, amik bizonyos sejttípusokat tudnak csak megfertőzni, és valahogy el kell érni, hogy tudják mesterségesen is szaporítani. Oh, értelek, értelek. És például a vakcina gyártásnál is, például ami amelyek előtt vakcinát, előtt vírust tartalmaznak, ott is valahogy szaporítani kell a vírust. És vannak olyan tényleg nagyon speciális laboratóriumok, ahol, ahol például ezen ez, ezt vizsgálják, hogy mely vírus milyen sejteket tud megfertőzni. Ez ez, ahhoz, hogy jobban megértsük és mondjuk a jövőben jobban tudjunk védekezni, ez ilyen szempontból nagyon fontos, hiszen a, a tudománynak a célja az, hogy megértse a világ működését, megértse az immunrendszer, az emberi testnek a működését. És ehhez például egy ilyen vírusnál, ami egy mikroszkópikus fertőző ágens, ott is meg kell érteni, hogy például hogy tudja elérni azt, hogy a sejt őt másolja. Mm -hmm. és ez, ezt meg kell vizsgálni. Ez olyan dolog, amit nem lehet e, számítógépesen modellezni, amíg nem ismerjük. Utána már lehet például modellezni, meg kitalálni, hogy hogy lehet megállítani a folyamatot, de, de előtte meg kell vizsgálni. Úgyhogy ezért léteznek a világon ilyen speciális laboratóriumok. Úgy tudom, hogy hogy például az influenzával kapcsolatban volt olyan vizsgálat, hogy hogyan, e, hogyan mutálódik, például és ezért. E, pusztolták, vagyis próbálták tolni bizonyos irányba, hogy hogyan alkalmazkodik mondjuk egy emlős sejthez, Aha. hogy tudják, hogy, 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 hogy milyen rendszerességgel tud megváltozni egy egy influenzavírus, hogy hogy alkalmazkodik a környezethez. Ezt, ezt ebből, ebből sokan levonhatnak ilyen összeesküvés elméleteket, de ezeknek a kutatásoknak az a célja, hogy meg, megértsük a működésüket, és jobban tudjunk majd a jövőben védekezni ellene. 是啊，罗姐。 néha a legegyszerűbb megoldás a valós megoldás, és, és nem, néha. nem, nem kell konteókat gyártani. Azért is akartalak megkérdezni, mert tudod, igazából tényleg próbálunk az objektív vonalon maradni ebben a műsorban, ebben a szempontból, hogy az már nem, tehát, a, tehát, az, hogy most ki mit gondol erről a dologról, vagy ezek után hogyan alakítja a véleményét, az már nem ránk tartozik, csak szerettem volna, hogy ott ott beszélsz arról, hogy amúgy ténylegesen mi zajlik ezeken a helyeken, mert az a baj, hogy amikor tudod, egy, egy, egy oldal lehozza, hogy, hogy, hogy úristen, ott van egy, egy, egy valahol azzal foglalkoznak, hogy tuningolják a vírusokat. Az olyan, így önmagában így elég viccesen hangzik, ugye, hogy, hogy most így, á, király, és mi azt kell ilyeneket csinálni, érted? Vagy hogy egyáltalán ez már eleve egy olyan, azért is jó, hogy át tudtad mondani, hogy ugye erről, erről van szó. Ugye, mert ezt megmondom őszintén, hogy én is nagyon kíváncsi voltam, hogy mit fogsz erre mondani, mert, mert így már teljesen logikus, hogy meg például ott vannak olyan, olyan betegséget okozó kórokozók, mint például az ebola a fekete himlő, amelyeket tényleg nagyon szigorúan el kell zárni és kell vizsgálni, mert, mert nagyon képesek, nagyon súlyos betegséget, és mondjuk szerintem senki nem örülne, hogyha a szomszédjában lévő irodaházban folynának ilyen, ilyen vizsgálatok, és erre vannak ezek a nagyon speciális intézmények. Szóval, hogy, hogyha például a, nem tudom, valamik... Uh, gyártó, uh, Most nem tudom mondjunk egyet vagy mondjuk a Ferrari fékeket tesztel. Uh, az nem azért teszteli, hogy elrontsa a féket, hanem azért teszteli, Ég. hogy hogyan lehet a fékerőt optimalizálni, hogy az jól működjön. Világos, világos. Elindult, elindult a világ azon részéről, ez a vírus. Ugye hát az általunk ismert, hogy a tavaly év legelején, de egyébként már az előző év végén, 19 év végén már, már, már ugye volt szó igen, voltak ö, akkor hírek, igen. Néhány ugrásról. Most ez teljesen lényegtelen, hogy ugye ennek a búztalásnak következtében valaki kijött ez onnan abban a laborból, vagy természetes úton lett, ez már, a, ez már majd valaki egyszer húsz év múlva megmondja, hogy hogy történt, ez nem történt. Nem, az, nem lennék hiteles ember, hogyha én erre most tudnék egy választ adni, mert mert nincs, nincs, meg az az információ, hogy én ez alapján. Szóval itt különbözik szerintem egy az, hogy, 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 hogy valaki tényleg szakember, vagy hiteles információt próbál adni, vagy pedig ilyen, ilyen, nem tudom, bedob egy véleményt. Szóval, mivel tudom, hogy mennyi információm hiányzik ahhoz, hogy én erre tudjak választ adni, ezért nincs meg az a bátorságom, vagy pontosabban butaságom, hogy én megpróbáljak választ adni, mert, 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 nem, nem tudok erre. Persze, a lehetőség megvan rá, ugye, hogy akár történhetett ez is, akár az is, igazából én is csak tudod, arra vagyok kíváncsi, hogy a lehetőséget mi adja meg. Ugye, és erről hál' Istennek beszéltünk, ugye, hogy természetes úton is ki tud alakulni, vagy akár egy ilyen folyamat közben, amiközben ugye hát nem negatív cél, de sajnos úgy esik, hogy... Ez, ezt, tényleg nem tudom megmondani. E és... és e Jelenleg a betegség szempontjából szerintem talán... Ez egy, ez egy fontos kérdés, mondjuk, hogy kiderítsük, hogy hogy alakult így, vagy hogy ugrott át emberről, vagy mi történt, hogy ez a vírus az onnan elterjedt. De a legfontosabb orvosi szemszögből az, hogy megtaláljuk a megfelelő gyógymódot, terápiát, védekezést erre. Úgyhogy megmondom hogy őszintén, én, én erre a részre ugye, a munkám során kevesebb figyelmet. Persze, ne, nekem nem is annyira adtam. lényeges ez a dolog, csak ugye. Tudom, hogy nagyon sok kérdést kaptatok ezzel kapcsolatban. Persze. Beleolvastam a Twitteren ké a kérdésekbe, és láttam, hogy ezzel kapcsolatban feltettek egy rengeteg kérdést. Ugye mindig az az izgalmas, amit az ember nem tud, vagy amire nincsen kész válasz, azon lehet ötleteelni, kitalálni elméleteket. Szóval de legalább, hogy... tudunk, de legalább tudunk arról beszélni, látod, hogy? Tehát mégiscsak akármilyen konta, vagy nem számít az, hogy honnan indul el egy vírus, vagy hogyan, mégis sikerült legalább témába hozni azt, amire az emberek azért kíváncsiak, hogy hogyan tud kialakulni egy ilyen egyáltalán lehetséges-e, stb. Ez a dolog megindult, tök érdekes egyébként, hogy ugye mi mit se tudtunk erről, és mi ugye 2020 januárban voltunk Vegasban, a ces ugye a Consumer Electronics uh -huh. show ahol Hát, vagy 270 ezer kínai kiállító volt. Ugye, ez egy szuper gócpontnak is nevezik azóta is, ugye, a Covid-ra ezt a, ezt a, nagy technológiai sót, mert a legnagyobb technológiai sót a világon. És mi ott voltunk, és nem is voltunk olyan jól. De az, az igazság, hogy majdnem biztos, hogy akkor átestünk valamelyik verzióján ennek, csak ugye még majd, tehát több mint egy hónappal utána jött ez a, amúgy lehet, hogy az lehetett. Tehát mi ezért sem követtük úgymond meg a dolgot azzal, leteszteljük magunkat, vagy stb. De ugye mi ott, ott, ott már ott találkozhattunk ilyen dolgokkal, mert utána jött ugye minden lezárás, de lényeg az, hogy megérkezett ugye hozzánk is az információ, egy hogy vírus lesz, stb. Valamilyen jellegű felkészülés van, nem világszinten, beszéljünk országos szinten arra, hogy ilyen szituáció egyáltalán létrejön, vagy erre nincs így protokoll, hogy mi történik akkor, hogy erre nem tudsz. Itt ez tényleg egy olyan betegség volt, Ahogyan... amit teljesen új. És senki a világon nem volt felkészülve. Sőt, én úgy gondolom, hogy egy kicsit talán a világnak a, a lakossága is elbízta magát, mert mert nagyon nagy kényelemben éltünk az elmúlt évtizedekben például. Uh -huh. Hogy, hogy ez egy tényleg egy, egy, egy hihetetlen dolog, hogy most jött egy ilyen ö, világszintű járvány, miközben azért 10-20 évvel ezelőtt is voltak tömött ö, koncertek, fesztiválok, rengeteg ember pici helyen élt. Ugye a, a pestis járványnak ez volt az egyik ö, ö, fő. Ö, kiváltó oka, hogy ott városokba tömörültek az emberek, és nem volt megfelelő higiénés intézkedés, és el tudott terjedni, és nagyon meglepő dolog, hogy hogy tényleg ennyi időt az elmúlt évtizedek úgy teltek el, hogy nem volt ilyen pusztító, új típusú világjárvány. Ez, hogyha egy virológust vagy egy infektológust kérdezünk, ez benne volt a levegőben. Uh -huh. És... És lehet, hogy ti például azt hoztátok haza, az is lehet, hogy mivel egy nagy rendezvényen voltatok, és azért a bevezető tünetei a koronavírus fertőzésnek nagyon hasonlóak más típusú felső légúti vagy ilyen náthás jellegű betegséghez átmeneti megfázáshoz, az is lehet, hogy abban az óriási tömegben valami ártalmatlan, vagy kevésbé ártalmas vírust szedtetek össze. – Nem tudom, mi volt az eredeti kérdés. – Nem baj, nem baj. Az eredeti kérdés az volt, hogy alapvetően az országokban... – Ja, nyilván, hogy mennyire voltak felkészülve. – van, van, nem, nem, nem a covid ra mert arra nyilván nem lehetett felkészülni, mivel hogy mondan is, hogy új, és hogy nem, nem volt meg az összes információ hozzá, sőt. De hogy magára egy, egy járványhelyzetre valamilyen protokoll létezik itthon, vagy ez mind ilyenkor csak egy hirtelen reakció? Vannak járványügyi protokollok, uh -huh. és például a létező betegségekre ki van alakítva, hogyha kitör egy óvodában egy ilyen fertőző hasmenés, vagy egy nagyobb térben, vagy egy erősebb influenza járványban, uh -huh. erre vannak nagyon jó kidolgozott protokollok, Magyarországon is nagyon, nagyon jó protokollok vannak erre, viszont egy olyan új betegségnél, aminél tényleg azt se tudtuk az elején, hogy, hogy pontosan, hogyan terjed, milyen a fertőző képessége, ott nagyon nehéz, ott nem lehet protokolt elvárni, hiszen annyira új, mert teljesen másképp kell viselkedni és védekezni egy mondjuk egy hasmenéssel, széklettel terjedő betegséggel szemben, mint egy felső légutival szemben, vagy egy bakteriálissal, vagy egy virálissal. És ez talán ez a bizonytalanságokkal, amivel kezdtük a beszélgetést, az emberek azt látták, hogy fú, Hát itt, hogy itt, azt gondolták, hogy itt senki nincsen topon. Ez nem azt jelenti, tényleg ö, ö, nem várhatjuk el azt, ö, hogy valaki nulláról felépítsen egy házat, hogyha nincsen hozzá tervrajza, nincsen hozzá ismerete. Úgyhogy ö, senki nem volt felkészülve. Rövid válasz. Azok, azok a kezdeti lépések, amiket ugye gyorsan eszközöltek, és hát igazából ugye voltak olyan országok kicsit hamarabb, voltak olyan országok kicsit később, de azért nagyjából így a, a világ kb. egyetértett néhány ugye, kezdeti tűzoltással, úgymond, amik ugye a megelőzésre, illetve a terjedés gátlására ö, lettek kitalálva, vagy ugye lettek úgymond behozva, ö, mint a maszkviselés, ö, ugye a higiénia. Ö, itt ugye volt, aki gumikesszőig ment, volt, Ó, aki volt ugye, a... folyamatos kézmosás, stb. Ezekről te hogy vélekedsz? Milyen hatékonysággal bírtak? Láttad-e ezeknek a, a, az eredményét, ugye a távolságtartásnak, a, ugye a létszám stopnak, stb. Ez szerintem úgy ez az első hullámnál ez nagyon jól látszott, hogy nálunk lényegében az első hullám az nagyon, nagyon csekély volt. Azért volt csekély, mert addigra már tudtuk, hogy mi történt Olaszországban, és mindenki komolyan vette. Aztán jött a, a védekezési paradoxon. Ami azt jelenti, hogy mindenki úgy volt vele, ó, hát nem is volt semmi, hát ez olyan, mint az az utolsó sertés influenza, ami hírekben benne Én volt, égen. és nem lett belőle semmi, és akkor elkezdtek lazítani, na és akkor berobbant a járvány, és akkor jött a második, harmadik hullám. Szóval az ilyen egyéni védekezésen nagyon-nagyon sok múlik, és sokan az egészségügyi rendszertől várták azt, hogy megállítsa ezt a vizsgát, de amíg nincs ellene ö, oltóanyag, nincs oltás ellene, ö, addig ö, mitől várták, vagy ho, mire gondoltak, ez, ez egy nagyon jó kérdés. És itt az egyéni védekezésnek nagyon kiemelt szerepe volt. Mert tudjuk, hogy ezek a, a, a vírusok, amelyek a tüdőben, a tüdősejtjében szaporodnak, azok aeroszollal terjednek, kilélegezzük őket, a, a leheletünk az nagyon párás, vannak benne apró folyadékcsepek, és ezeken utazik, vagy ezekben utazik a vírus. Ez egyfelől a másik ember belélegzi, másfelől pedig a felületeken leülepethet azt Megérintjük, naponta több százszor érinti meg egy ember az arcát, és nagyon könnyen ö, be tudja sodorni a, a, a szájába, a megtörli az orrát, és ezeknek óriási szerepe volt, ezen elkezdtünk lazítani. De hát az egy most már szerencsére ez is egy bizonyított tény, hogyha két ember maszkban van, akkor hogyha az egyik fertőzött, akkor nagyon pici esélye tudja másikat megfertőzni, mert a rajta lévő maszk egyfelől az ő kilélegzett levegőjét szűri. mindkét maszk, igen. A igen. másik pedig ugye a belélegzett levegőt szűri. Ez olyan, mint az a bepisilős mém, hogy igen, igen. most mindkettőtökön van nadrág, vagy egyik őtökön sincs. Én, érted? Szóval ilyen, nagyon egyszerű dolgok, nagyon jó védelmet tudtak nyújtani, de aztán jöttek ezek a, a, a konteo hívők, meg azok, akik lázadtak a maszk ellen, és ennek valami hátsó, háttérhatalmi, ö, nem is tudom, okot találtak ki, miközben ezt a, a szakértők ö, pont azért mondták, hogy az emberek életét megmentsék. Nyilván azért mondták, hát ugye itt volt egy csomó, ugye az internet most már egy nyílt valami, amit ugye bárki használhat, és akkor ugye ott ugye próbálták a maszkokat hasonlítani egymással, meg hogy tudod, az egész olyan, mint kerítéssel megpróbálták. Mikacok fog... vannak Persze. a maszkban, hát az mekkorát ment, amikor megnézték, és Úristen, hát a maszk az szálakból áll, és mondjuk az egyik szálnak eltérő a színe, és elektrostatikusan mozgónak tűnik, mint ahogy a hajunk, hogyha Igen. egy lufit közelítünk. Felé, hát az még nem azt jelenti. Szóval, hogy egészen elképesztő dolgok tudtak szembe jönni, és én, én, amikor jöttek az oltások, meg amikor jött a vírus, én akkor csináltam azért YouTube-ra videót, hogy egy kicsit ezt helyrehozzon, mert például bejöttek mindenféle konteók, hogy akkor, akkor hid, volt ki hidrogénperoxidot, ti volt, és igen. ilyen következtetés vont le, hát szóval igen, a hidrogénperoxid megöli a kórokozókat. Is. is. És okay. megöli az emberi sejteket is. Szóval, hogy így, hogyha összeadod a kettőt, a kimenetel nem túl jó. Igen. Igen. A maszkal kapcsolatban ugye ott, 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 ott ment, ment, ez ugye, hogy a sebészi maszkra mondták, hogy igazából az nem alkalmas, ugye az ilyen jellegű védekezésre, ugye voltak ezek az FFP szabványok, hogy akkor melyiket érdemes használni, mert láttál olyan embert, aki egy kendőt között az arc elé, mellette meg ment egy olyan, aki gyakorlatilag ugye egy ilyen dupla filteres tuccal sétált az utcán, mint amivel fényeznek az autóműhelybe, és akkor tehát, ez egy elég nagy kontraszt, hogy e erről, tehát erről, erről valamit tudsz mondani, hogy így emögött, tehát hogy volt, volt javasolt minőségi maszk, vagy vagy igazából már azzal is sokat tettek az emberek, hogy eltakarták az arcokat. Már azzal rengeteget tettek. Például a sebészi maszkot sokan így vizsgálták, megolvasták, meg hogy fú, ez csak 60%-ban vagy 70%-ban szűri meg a levegőt. De például ez a vírusfertőzés is úgy működik, hogy egy darab vírus ha bejut a szervezetbe, egyáltalán nem biztos, hogy betegséget okoz. Mert annak kötődnie kell a receptorhoz, be kell jutni a sejtbe, stb. És ha csökkentjük a vírus számot, ami ki tud kerülni, és ha az egyik csökkenti a belőle kívült, a másik a beszívottat, akkor a sebészi maszk is tök jó. De ha én például egy beteget vizsgálok, aki közben köhög, és közvetlen közelről kell vizsgálnom, akkor igenis jó, hogyha például rajtam, rajtam van az FFP maszk, meg a plexi, hiszen óriási vírusmennyiségnek vagy vagyok kitéve, és például ezért volt az, hogy a, a, az orvosokon ö, plexi, meg FFP maszk volt. Nem azért, mert mert ö, bármilyen, ö, nem is tudom, mit, mit szoktatok, van ilyen ilyen ö, háttérhatalmi, vagy bármilyen dolog lenne benne, hanem amikor valakinek meg kell néznem a torkát, meg kell hallgatnom a tüdejét, akkor én közvetlenül a potenciálisan fertőzött embert vizsgálom mondom, hogy nagyon egyszerű megoldás, magyarázat a, a sokszor a, a, valódi magyarázat, nem kell mögé gondolni. Nem, ez nagyon jó, hogy ezt elmondtad, mert az az igazság, hogy, hogy tudod, ugye én mondok ilyesmikát, hogy tudod, a maszk szerintem jó dolog, és a többi az egy dolog, de jó jó, 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 ezt hallani, mert ugye az a baj, hogy most feltétlenül nem számít, hogy én mit gondolok tudod erről a dologról én magam, de valami hasonló gondolataim voltak nekem is ezzel kapcsolatban, hogy ugye megvan-e a különbség, csak lehet ezt olyan sarkosan Ugye lehozni a médiában, hogy az embereknek azt mondják, hogy elég töröd egy sebészi maszk, és akkor bezzeg azok, akik tényleg védekezni akarnak, azok plexi. És miért van plexi? igen, hát, igen, ilyen meg kell nézni, hogy mit csinál, mit akarunk csinálni, és mondjuk az FFP maszk az tényleg nagyon magas százalékban szűri a levegőt, full nagyon, és ezért ott van rá szükség, ahol a legnagyobb a fertőzés veszély. De egy sebészi maszk is olyan mértékben ki tudja szűrni ezeket a kis folyadékcsepeket a levegőből, hogy minimálisan csökkenti a kijutót, meg ugye ezért fontos, hogy mindkettőn legyen maszk. Sokan mondják azt, hogy hogy hát hordjon a másik maszkot, az, és én, én meg majd az én immunrendszerem, meg ilyesmi. De azzal, hogyha mondjuk ez az ember nem hord maszkot, ő nem csak magát veszélyezteti, az szíve joga lehetne, de ezzel a viselkedéssel az embertársait, meg mondjuk a barátjának az idős anyukáját sodorja veszélybe. Én öm, megmondom őszintén, hogy hogy ez a fajta ugye védekezési ö, forma, vagy amit ugye a néhány rendelet, ugye, amiket hoztak, mert igazából nem opcionális dolgok voltak ezek abban az időszakban, uh, hanem ugye itt, itt olyan rendeleteket, rendkívüli rendeleteket hoztak, amik ugye a távolságtartásra is köteleztek, a maszkviselésre köteleztek, ugye kiállási korlátozásra köteleztek, stb. Sokan nehezményezték azt, hogy, és nem azt várom, hogy azt mondta, hogy igen vagy nem, hogy nem volt megfelelő kommunikáció Abból a szempontból, hogy hogyan tudják az emberek magukat kondicionálni, hogy jobban felkészültek legyenek egy esetleges találkozásra a vírussal. Gondolok itt a különböző vitamin szedésre, vagy ugye arra, hogy fizikailag valaki mennyire van toppon, életmód, stb. Hogy az, hogy nem volt ezzel kapcsolatban egyértelmű kommunikáció, az biztos, mert ugye inkább ugye ezeket az egyszerűbben megközelítő dolgokat választották, de hogy szerinted. Gondolsz, hogy ez elmaradt? Vagy hogy mondjam, vagy te láttad volna ennek értelmét, hogy ez erősebben tolja mondjuk a propaganda? Uh... Én azt látom, hogy az emberek bezárkóztak egy információs burokba sokszor e, ebben a helyzetben. Uh -huh. És a saját burkokon kívülről jövő információkat kétkedve fogadták, vagy nem igazán fogadták be. És és ez egy, például ez az internet világában, vagy a social media világában, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert az ember nagyon könnyen kerül bele egy olyan burokba, ahol csak olyan információk érik el őt, ami amire ő nyitott, és, és egy idő után, ha akar sem nagyon tud már ebből így, így, így kitörni, hiszen, hiszen abban a burokban van benne. És és a tájékoztatás igazából minden adott volt ahhoz, hogy az ember ö, ö, mélyen utána tudjon olvasni. Itt a nyelvi korlátok is mondjuk akadályt jelentenek, hiszen az alapismeretbeli, és mondjuk ezért lehetett mondjuk egy egy ilyen kommunikáció egyszerűbb, hogy, hogy hordjál maszkot. És tényleg sokan az egyszerűségben láttak valami, valami félelmeteset, vagy gondoltak mögé, miközben mondjuk azt, hogyha a gyereknek azt mondjuk, hogy ne fogd meg a forró tűz helyett, mert megég a kezed, abba, a, 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 arra azt mondják, hogy fú, hát igaz. Szóval én nem mondanám azt, hogy, hogy kevés volt a tájékoztatás, én inkább azt mondanám, hogy az új betegségből adódóan sokkal nagyobb volt az emberekben a szkepticizmus Aha. azzal kapcsolatban. Hmm, és kevésbé fogadták el ezeket az egyszerű megoldásokat, hogy hordjál maszkot. De alapvetően a, annak a fajta információnak volt egyébként, tehát volt értelme, hogy mondjuk a, a ugye nagyon sok mindenki elkezdett ugye végtelen mód C-vitamin, D-vitamin szedni, amiket hallottak, mint felkészülés, mint, mint, tudod, nem is megelőzés, mert azt nem feltétlenül hát, tudod, de hogy mint felkészülés erre, erre a helyzetre, a szituációra. Um, Hát a C-vitamin szedés, meg a D-vitamin szedés az önmagában az egy nagyon jó dolog, és én nagyon örültem annak, hogy az emberek erre elkezdtek figyelni. Ö, aztán voltak olyanok, akik őrült módon kezdték el ezeket szedni. Persze, mindig van. Erre szintén én, megmondom őszintén, nem tudom, miért autós példák jutnak eszembe, sosem voltam egy nagy ilyen autófan, és nem is nagyon nézek ilyen dolgokat, de ez kicsit olyan a vitaminok kérdése, mint a motorolaj. Motorolaj nélkül elég hamar tönkre ha, megy a, a motor, hogyha jól tudom, de hogyha több motorolajat töltesz a motorba, attól nem fog jobban menni az autód. És az, hogy egyesek megpróbálták megelőzni ezeket a hiányállapotokat, az egy nagyon jó dolog, uh -huh. és Magyarország olyan év övben fekszik, ahol például a D-vitamin hiány az jellemző. És a D-vitamin sokan azt gondolták, hogy az csak a csontritkulás ellen jó, de az utóbbi 10 20 hát lassan már 30 évben, inkább így 20 éve indultak el ezek a, a, kutatások, hogy az immunrendszer működésében nagyon fontos funkciót töl be a megfelelő működésben, szabályozásban, szükség van a D-vitamira. És, és, és ez például egy jó dolog, hogy az emberek elkezdték ezt pótolni, az, hogy, hogy ez megmaradjon, ez a tudatosság, és ne essenek át a ló túloldalára, az megint egy más kérdés. Úgyhogy én a vitaminok ellen nem vagyok, de hogyha valaki azt hiszi, hogy csak vitaminnal meg tud előzni egy betegséget, az nem túl jó dolog. A gumicizma az jó egy esős időben, de ha csak gumicizmát veszel fel egy hatalmas viharban, attól még kevés el fog százni. Itt most túlzás alatt azt érted, amikor ezt a nagyon sok ezer milligrammat ja, elkezdték felhasználni? Igen, és úgy álltam neki, tudod, hogy mint á, egy. egy itt sima átlagembernek voltak információim, tudod, arra, hogy nagyjából meddig érdemes ezt fogyasztani. Nyilván ezek is teljesen pontatlanok voltak, de azért, mikor már itt ilyen két ezerről beszélgettek az emberek, akkor már én is így néztem, hogy annak vajon mennyi értelme lehet. Kipisi Igen, a célom, szóval, hogy én, így... ezt tanultam én is annak idején, csak tudod, ez az én hülye fejemben van benne. Sőt, kőképző hatása is van, szóval, hogyha valaki mellé még keveset iszik, mm -hmm. és például sok kálciumot fogyaszt, meg, meg ilyen dolgok, akkor, akkor még veseköve is lesznek, ami nem egy, nem egy kellemes dolog. <laughs> Úgyhogy kifolyik a, a, a több mennyiség nincs feltétlenül értelme, meg ez nem egy olyan dolog, mondom, mint Szóval ez inkább a motorolajhoz kell hasonlítani, hogyha többet töltesz bele, nem fog jobban menni a motor. Sőt, hogyha mindent össze akkor még gondot is okozhat. Például az E-vitamin, meg a D-vitamin, az ugye, hogyha tényleg nagyon-nagyon extrém, de hála a jó Istennek, ez tényleg nagyon extrém dózisban kell szedni, az májkárosodást is okozhat. Igen, az, az igazság, hogy ugye voltak, akik felültek erre, és nagyon komolyan elkezdték tolni ezeket az információkat, hogy ez mennyire fontos, meg hogy ez a fontos. Mert ugye lássuk be, hogy egy bizonyos szinten pozitív mellékhatása ennek a, az egész COVID-os időszaknak, például a D-vitamin, hogy a azt mondod, hogy ugye az elmúlt 30 évben már rájöttek, hogy mennyire fontos egyébként is, de ugye a, úgy a, közvélemény szemében még mindig gyakorlatilag most derült ki, hogy, hogy, mennyire fontos szerepet játszik egyébként más dolgokban is. itt, jutunk el a szkepticizmus másik okához, hogy, hogy sokan, sokak látókörén kívül fejlődött a tudomány, de a tudomány ugyanúgy fejlődött. Hát most egy, egy iPadről olvasod a kérdéseket, ami mondjuk ezelőtt 20-30 évvel egy elképzelhetetlen dolog volt, hogy egy ilyen vékony internetre csatlakozó, stb. És akkor itt ülünk, sőt a beszélgetést az interneten nézik, reméljük sokan, nem igen. tudom, janira próbálok nézni. Nem, de... nem mondhat semmit sajnos lehátam... ebből a szempontból, nem, nem stresszelhet be. De tényleg, hogy elképzelhetetlen. Ez a fejlődés a tudományos világban is, hála jó Istennek végbe ment, sőt most már kiderült az is, hogy ennek volt egy nagyon fontos magyar szereplője, Karikó Katalin, csak ugye amíg amíg nem volt ez a járvány, ezzel senki nem foglalkozott, mindenkit jobban érdekelt az, hogy, hogy akkor hogyan jut be könnyebben a munkába, hogyan tudja könnyebben elolvasni -e az e-mailjeit, vagy tud jobban fotózni. Igen, én ebb ebből a szempontból mindig azt a példát használom, tudod, hogy vannak olyan dolgok, amik érdeklik az embereket, meg vannak olyan dolgok, amikkel nem minden nap találkozik, és kevésbé érdekli. Az elektronika példák mindig azt szoktam mondani, hogy igen, az iPad-et, a telefonokat tudjuk, mit tud, de amikor 20 évben egyszer veszel egy hűtőt, mindig kinyílik a szemet, hogy azt a mindenit, ilyen cuccokat tudok a hűtök, wow! Inverteres, és, és, mind, és micsoda! És minden, és, és húha hűtő, lehet, hogy kérek közben egy pohár vizet, uh, hogyha kinyitom. Belekészítve, elég nyugodtan. Uh, wow. Nyugodtan. Köszönöm um, szépen. Úgyhogy igen, tehát azok a dolgok, amik alapvetően ugye nincsenek szem előtt minden nap, azok attól még fejlődnek, hogy az emberek nem figyelik őket igen. folyamatosan. Uh, a oltással ugyanez volt, hogy miért fejlesztették ilyen gyorsan az oltást. Uh, Szóval ez, egy, ez egy nagyon fura elmélet volt, hogy ez biztos egy félkész dolog, hogyha ilyen gyorsan fejlesztették ki. Miközben a világ összes, vagy az élet más területén örülünk annak, hogyha valami gyorsan, gyorsan meg van kifejlesztve. Ki, ki Egyébként meg nagyon egyszerű a magyarázat, hogy miért lett ilyen gyorsan kifejlesztve. Fejlődött az informatika, fejlődtek a kutatási eszközök. Eddig papíron kellett összejegyzetelni azt a 30 ezer beteget, amit mondjuk egy gyógyszerkísérletnél megvizsgálnak. Az adatokat utána ki kellett, meg kellett nézni, elemezni kellett, kiszámolni, megnézni az egyes mellékhatások, fejfájás és mellékhatásnak számít mondjuk egy kutatásban, és utána meg kell nézni, hogy ez valóban a gyógyszer mellékhatása, vagy, vagy, vagy attól teljesen független valóban a gyógyszer mellékhatása, hogy elütötte az autó, mert nem figyel zenét, hallgatott, vagy nem a gyógyszer hatása. Világban. És most már a szuperszámítógépek világában ez nagyon gyorsan megy. Szóval a lényegében nem az utánkövetés rövidült le, vagy bármi ilyesmi, hanem az adatelemzés az, ami rendkívüli mértékben felgyorsul. Sokkal gyorsabban lehet adatot elemezni, kiszűrni a dolgokat, feldolgozni ezeket az információkat. és Ennek a következő, meg a másik az, hogy az MRS technológiát Karikó Katalin lassan három évtizedek kutatja, szóval, hogy, hogy az sem nulláról indult el. Illetve volt egy SARS-1, meg egy MERS vírus, ami szintén koronavírus, tudjuk a. a, a, a mm, itt az afrikai volt a MERS, közel, közel jutott volt, eszembe. A szársz, e, volt a MERS. Az volt talán a MERS, és az ázsiai volt a sars szóval, hogy már igen, volt a, ismeretünk. Igen, a közel-kelet, Ázsia volt a SARS, és az afrikai volt a MERS, ugye? Igen, igen, igen. 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 És, 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 és hogy már voltak ismeretünk például tüskefehérjével kapcsolatban, csak hála Jósznek, azok nem voltak ilyen fertőzőek, meg nem ilyen könnyen terjedőek, mint a mostani vírus. Szóval a lényegében az történt, hogy az Óriási technológiai fejlődésnek köszönhetően az eddigi ismereteinket és a logisztikai, administratív részt azt, azt fel lehet gyorsítani. Uh -huh. Tehát akkor azt mondod, hogy azok az emberek, akik mondjuk például a vakcina ellen, azokkal az indokokkal lépnek föl, hogy ugye túlságosan gyorsan lett úgymond rendszerbe hozva, hogy még mindig csak ugye ilyen... Ezt kísérleti tudom, ezt szokták mondani. Igen, tehát még mindig csak kísérleti engedélye van. Nem, nem tudom, hogy valami emergency permit, vagy nem tudom, minek hívják ezt külföldön, amivel ugye jelen van ez a vakcina, hogy ugye ezzel érvelnek, hogy azért van az, hogy félnek attól, hogy tudod, nem lett eléggé széles körben tesztelve, nem tudjuk, hogy milyen hatásai lehetnek, stb. Jó, bocsás, mondj. Ja, hirtelen azt hittem, hogy Jani hozzá akar szólni. Öm, szóval, szóval, valószínűleg az a, öm, a ez, ez, lehet az oka, ez, lehetett az oka annak, hogy sokan mondjuk így, így kételkedtek, de akkor azt mondta, hogy ez nem az, hogy alaptalan, de, 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 de nem, nem feltétlenül jelenti azt, hogy gyorsan lett vakcina, hogy, hogy, nem jó, vagy hogy rossz, vagy hogy rosszabb, mint bármelyik. Hát bármely ez pont, másik. hogy jó. Meg, meg, azért volt egy óriási nyomás itt a, a, a vakcina fejlesztésen, ez úgy, úgy értem, hogy minden tudós próbált ezen dolgozni. És egy házat fel tud építeni egy ember is, nagyon lassan, Uh -huh. És úgy, hogy, hogy minek hível talicskával hordja oda a földet, meg fel lehet úgy is építeni egy házat, hogy a legprofibb eszközöket viszik oda, nagyon sok embert felbérelnek, és az pikpak fel fog épülni az a ház de attól még nem lesz rossz az a ház, hogy modern eszközökkel gyorsan épült fel egyszerre, sok ember építette, és egy ilyen világjárványnál lényegében minden kutató, vakcinafejlesztő virológus azon dolgozott, hogy találjunk egy hatásos és biztonságos védőoltást. Sőt, ugye ennek óriási anyagi terhei vannak, mert ugye itt egyfelől kutatási területet kell biztosítani, de ugye itt fontos az, hogy rengeteg dokumentációval bír, informatikai rendszert fejleszteni kell, aztán fel kell bérelni embereket, akik, akik, ugye mondjuk segítik szállítani a dolgokat, vagy éppen az orvosoknak meg kell vizsgálni a betegeket, akiken mondjuk már a humán fázisban vizsgálják a gyógyszert, vagy oltóanyagot. Szóval óriási költsége van, de ez is előáll, hiszen az USA, az Európai Unió óriási összeggel támogatta, és azért támogatta, mert a saját lakosait próbálta megvédeni. Úgyhogy amikor megvizsgálok egy beteget, vagy meghallgatom a tüdejét, nem azért hallgatom meg, mert rosszat szeretnék neki, azért hallgatom meg a tüdejét, mert, mert szeretném tudni, mi a betegség, és szeretném meggyógyítani. Ugyanígy a vakcinafejlesztés is azért zajlott, hogy az embereket megvédjük. Ja, jó, hát persze, de tudod, hogy mindig megvan az a réteg, aki, aki, azt mondja az orvosra, hogy hát ameddig nem mentem el az orvoshoz, az nem volt sem bajom. Hát igen. Az én ne, igen Erre igen megyek, és akkor beszél mindenféle hülyeséget. És akkor kiderül. Még Ez Szoktok ilyet mondani, hogy nem megyek el orvoshoz, mert még kiderül Vagy valami. Vagy van valami baj, hát nem. Micsoda, de most nem tudsz belekötni, amíg nem megy el addig. valóban nem derül ki. <laughs> Viss, egy kicsit visszább a vakcinától, csak hogy haladjunk sorrendben, de amúgy tök jó, hogy beszéltél erről is. Még mielőtt ugye a vakcinál elérhető volt, ugye jött itt ugye, a, betört a vírus, megtörténtek az intézkedések ugye a világban, amik ugye utazáskorlátozás, létszámcsökkentés a zárt helyeken, és a többi, és a többi, maszkviselés, stb. De ugye történt egy, egy olyan része a dolognak, ami ugye, amitől elég hangos volt ugye a sajtó, hogy a fertőzött embereket hogyan sikerült ugye kezelni, mennyire volt ez sikeres, a kórházakra mekkora nyomás nehezedett, hogy a magára, a személyzetre, akik az egészségügyi dolgozókra mekkora nyomás nehezedett, ugye nekik mennyire volt uh, nehéz a dolog, de hogy látod belülről ezt a dolgot? Um, mert ugye ez nagyon sok kérdést tartalmaz magában, hogy és az emberek főleg arra kíváncsiak, hogy tényleg komolyabb volt ez annál, mint ami a kommunikációban benne volt, hogyha ott voltál tényleg az asztályon, mert ugye az egészségügyi dolgozók azért teljesen csendben nincsenek. Tehát ugye beszélnek arról, hogy bizonyos városokban, kórházakban milyen a helyzet, ahhoz képest, hogy az emberek mit gondolnak. Hogy láttad, súlyosabb volt a helyzet, mondjuk így március-április környékén, oda odabent az osztályokon, mint ahogy ugye az, 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 a kommunikációban volt. Mert ugye az, mindenki arról beszélt, hogy nagyon kis százalékos a mortalitási arány, nem kell megijedni ettől, meg stb. hogy meg a számok igazából most még nem is olyan sok. Tehát volt, ugye nem találkoztam soha fertőzöttel, miről beszélsz, nincs is ilyen, stb. Hogy ehhez képest mit láttál az osztályokon, hogy hogy nézett ki ott egy nap? Ez lényegében, és én itt úgy gondolom, hogy a világ minden részén így történt, uh -huh. hogy mindenki, aki tudott, az, az a koronavírusos betegeknek az ellátásán dolgozott, és óriási terhelés volt minden egészségügyi rendszeren. És, és ugye sokan a világnézetüknek megfelelő módon próbálják sarkítani ezt a kérdést, ezért nagyon nehéz erről beszélni, mert mert mindenki egy kicsit saját maga felé akarja a, fordítani, aki a laposföld hívő csoportban van, az a laposföld, az akarja igazítani, aki nem tudom milyen csoportban van, az a az felé akarja torzítani. Óriási terhelés volt, és és hát azért transzparensen látszott az, hogy hány beteg van kórházban, hány beteg hal meg egy nap, és, és ezek az adatok ott volt és ugye minden nap elmondták a tévében is. És, és hát ez, 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 van, aki ezt nem hiszi, vagy nem hitte el, pedig ezek ezek tényleg valós számok. Nagyon nagy nyomás volt az egészségügyi dolgozókon. Ugye volt, a, a amikor volt ilyen COVID kollektívája díj, és ott pont erről kérdezték a díjazottakat, hogy, hogy, hogy hogyan élték meg. Nagyon nehéz volt lelkileg, és talán az volt még nagyon nehéz... Én például úgy dolgoztam, hogy nappal a nappal a nappal észak a két hétig folyamatosan, utána pár nap pihenés, és utána megint nappal lészek a nappal a nappal észak a védőruhában. Uh -huh. Ez 12 órás műszak. Uh -huh. védőruhában, és akkor annyi időd van például napközben, hogy kimész a mosdóba, és, és utána visszaöltözöm, mert az le kell öltözni, elmész mosdóba, eszel, iszol valamennyit, és akkor mész vissza a, a, a védőruhába, és, és dolgozol tovább. Ez egy nagyon nehéz időszak volt. Ez, ez egy ezért hívják világjárványnak, és azért vannak ilyen korlátozások, meg voltak. De persze, hogyha valaki otthon van, az nem lát ebbe bele. És szerintem... Szóval aki, aki dolgozott a Covid ellátásban, az örült, hogyha hazament, és tudott pihenni, és nem, nem, nem tudott már energiát arra szakítani sokszor, hogy még pluszba erről beszéljen. Meg amikor ott vagy, és dolgozol, és beteget látsz el, ott tényleg a beteg a legfontosabb. Főleg a védőruhában nem tudsz blogolni, vagy vagy, vagy hasonló. És én csináltam pár bejelentkezést mondjuk Instagramon, amikor tényleg, hála jó Istennek, mondjuk itt a rész Éjszaka egy nyugisabb éjszakán volt. nyugisabb azt jelenti, hogy dolgoztam végig, de mondjuk nem végtelen beteget kellett felvennem. Szóval nagyon nehéz volt ez a helyzet, és szerintem mindenkit lelkileg nagyon megviselt, és nagyon sok olyan beteg volt, aki elmondta, hogy én nem hittem ebben, és, és én elmentem egy szülinapra, elutaztam, nem tudom, barátokkal találkoztam, de a barátom köhögött, és hát de én azt hittem, hogy ez csak egy megfázás, és akkor most ott volt az osztályon, és, és mondjuk magas nyomású oxigénterápiára terápiára volt állítva, Mi azt jelenti, hogy a tüdeje nem volt képes a levegőből megfelelő mennyiségű oxigént felvenni, hogy a szervezetet ellássa oxigénnel, mert minden sejtünknek szüksége van oxigénre, hanem százszázalékos oxigénnel kellett dúsítani azt a levegőt, mondjuk egy maszkon keresztül, aki, hogy, hogy a szervezeten ne legyen oxigénhiányos. És nagyon sok ilyen beteggel találkoztunk, hogy ugye elzárták maguktól ezeket az információkat, és, és elbagatelizálták. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon-nagyon súlyos volt, és aztán Mind, tényleg, aki szerintem egészségügyben dolgozott, szinte mindenki várta az, hogy végre legyen vakcina. Mert a gyógyszerek Aha. csökkenteni tudják a tüneteket. Itt kérdeztél az adás előtt, ugye itt a monoklonális uh, antitestekről, egyéb antivirális szerekről, ezek ugye már akkor hatnak, ha már a fertőzés kialakult. Mm -hmm. De de hogyha már kialakult a fertőzés, akkor már próbálunk tüzet oltani, és amikor pedig elkezdtek jönni a vakcinák, akkor látszott egyfelől az, hogy, hogy, hogy nagyon csökken a betegeknek a mennyisége. Másről pedig látszott az, hogyha valaki mondjuk a vakcina környékén fertőződött meg, mert hogy időre van szükség a védettség kialakuláshoz, uh -huh. akkor is enyhébb tünetekkel megúszta a betegséget. És és hát ezt mi a saját bőrünkön éreztük, csak nagyon-nagyon rossz érzés az, amikor, amikor valaki mondjuk ezt kétségbe vonja. Mert mondjuk a feleségem, ő, ő, pontosan látta azt, hogy hány éjszakát nem töltöttem otthon, és mondjuk egy turnus után hogyan jöttem haza, hogy hogy voltam egyre fáradtabb, és, és így elmondja nekem, hogy már nem tudott érteni, nem tud, hiába próbált velem beszélgetni, látszott, hogy, 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 hogy így Annyira fáradt lettem egy turnus végére, hogy nem tudtam értelmesen beszélgetni, csak a két-három napot aludtam, és akkor utána tudtam újra. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon súlyos volt, és ezeknek a buborékoknak sajnos a hatása az, hogy van voltak olyan emberek, akik teljesen elzárták magukat a, a, az információt. És hiába mondták el a tévében, vagy mondta el a, 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 a tiszti asszony, hogy hány ember betegedett meg, nem hittek. És ez egy nagyon rossz érzés. Ez egy, ez egy nagyon nagyon rossz érzés. Ab, Abban biztos vagyok, hogy azoknak, a, akik, akik ugye ott voltak és csinálták, neked is, aki ugye ebbe dolgozott, biztos vagyok benne, hogy egy rettenetesen rossz érzés tud lenni, amikor valaki úgymond így áthúzza ezt az egészet, amit ugye csinálsz nap, mint nap, így keresztül húzza egy tolvanással, hogy már pedig ez egy baromság. nem tudok rájönni egyébként, hogy őszinte legyek ennek az okára. Valószínűleg a tisztifő orvosasszonyról is, stb. Nem tudok mit mondani, csak az, hogy ugye a a politikával való vegyítés ennek a dolognak okozta szerintem a legnagyobb kárt abban, hogy ki hogyan fogyasztotta az információt. Mert amúgy ott volt az információ, hogy te is mondod. Tehát meg, meg voltak az adatok róla, csak ugye hát mindig bejön ugye ilyenkor, hogy direkt, meg nem úgy van, meg ez van elhallgatva, meg az, és akkor, ha az egyik társaság asztalához ülsz be, akkor azt mondod, hogy hegyek bálnak a hullák, és égetik őket hátul, a másik asztalnál azt mondják, hogy amúgy egy fertőzött sincs, csak egy baromság az egész, ugye végletek mindig voltak. Nagyon sajnálom ezt a dolgot egyébként, főleg, főleg hogyha azokra gondolok, akik ebben dolgoztak, hogy, hogy nekik milyen volt, ugye, kicsit az árral szembenevezni a köztudatban. Úgymond, mert nyilván nem az ára a vesztetek, hanem dolgoztatok. Itt visszatérve egy dologra, ami az emberekbe kérdéseket vetett föl, amire emlékszem, hogy súlyos volt, ugye maga ez az oxigénnel dustott kezelés, ugye maga a lélegeztetőgép. Ugye erről nagyon sok ö, ö, információ érkezett, ugye, hogy, hogy kiderült, hogy bizonyos szituációban nem volt hatékony, vagy ugye az emberek ugye csak azt a részét látták, hogy ugye aki rákerült a lélegeztetőgépre, az valószínűleg nem jött le róla, ami ugye jelentheti azt is, hogy aki nem volt annyira súlyos, az sem került, nyilván. De ezt gondolom te is valami hasonlóképpen tudod ö, magyarázni a dolgot, hogy ugye a lélegeztetőgép szükséges volt a bizonyos szituációban, amikor használtátok. Hát igen, ez, ez, ez olyan, mint hogy ezek az emberek azt hogy hogyha ö, valakit elütött az autó, nyílt csonttörései vannak és vérzik, és bevittek a kórházon, megoperálták és nem élte túl, az a műtét miatt nem élte volna túl. Hát, ö, de miközben érthető az emberek, remélem nagyon nagy részének az, hogy a baleset okozta. És ugye az elején beszéltük az, hogy, hogy a koronavírus elpusztítja a sejteket, ezek a sejtek utána szétesnek. A, a sejt szétesé és az egy gyulladásos folyamatot hoz létre. A gyulladás az azt jelenti, hogy például kitágulnak a zerek, odavándorolnak a fehérvérsejtek. Az oxigéncsere az úgy történik, hogy beszívjuk a levegőt a tüdőnkbe, és a tüdőnknek e a legkisebb egysége a léghúlyagnak a fala, és az érnek a fala között át átdifundál. Az oxigén. Visszafele meg a széndiokszid. És a kettő között van egy ilyen membrán, egy ilyen bazális membrán. És például a gyulladás, ez a membrán meg tud vastagodni, aminek viszont az, a, az, az, az ezzel a baj, hogy akkor sokkal nagyobb utat kell megtenni az oxigénnek. Uh -huh. És nem tudja az, azt az utat megtenni a kellő idő alatt, vagyis a vér alrébb megy nagyon egyszerűen fogalmazva, mielőtt felvenné a, a, az oxigént. Ez olyan, mint a maratonfutóknál szoktak nyújtani meg a bicikliseknél Igen, ilyen, a ilyen, frissítőket, és olyan, mint hogy ilyen nagyon lassan próbálná nyújtani a frissítőt, és a biciklis sok, el, sok. elteker Igen. mellette. És ez történik. Viszont, hogyha növeljük az oxigént a tüdőben, meg a belélegzett levegőben, akkor, akkor ugye többen nyújtják lassan a kezükkel, vagy több oxigén vándorol, és akkor sokkal nagyobb az esély, hogy a vörösvértest el tud kapni egy oxigént. Igen, de most úgy érted, mert mielőtt félreértik az emberek, tehát oké, okay, oké, okay, de hát a vér az igen, de hogy ugye tehát sűrűbb lesz ez a dolog az egész rendszerben, tehát ugye itt, itt az akkor igaz a futókra, hogyha te a futók összvíz mennyiségét próbálod nézni, ugye akkor igen, az igen, ellátása, igen, a példát, csak ugye már előre látom, köszönöm, azt elszám, hogy, mondanom, köszönöm, hogy köszönöm, azt hogy köszönöm, a igen, de jön másik, de ez nem olyan dolog. De, de a vörösvértest szállítja vagy a futó szállítjál a, 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 a szívnek, például az oxigént, vagy a igen. lábnak, vagy az agynak, ami az egyik legoxigénigényesebb szervünk. És van olyan, amikor ez a gyulladás már olyan mértékű, mert annyi sejt pusztult el a tüdőben, olyan mértékű, hogy a, a tüdőnek már a tágulása is nehezítetté válik, és a beteg óriási légszomja élne meg. Ez, és nem lehet, és ilyenkor van ilyen túlnyomást lehet létrehozni a lélegeztető géppel, hogy kicsit nagyobb nyomással, amit a szervezet még elvisel, úgy nyomjuk be az oxigént, és akkor ezen a membrán és nagyobb erővel diffundált. Tartjuk, vagy próbálják diffundáltatni. Én hála Istennek, nem dolgoztam intenzív osztályon ebben az időszakban, de ez ennek a lényege. És ebben segít. Ezek a betegek, akik lélegeztető gépre kerülnek, lélegeztető gép nélkül meghal meghaltak volna. És az, hogy, hogy lélegeztető gépen kerültek közül sajnos sokan meghaltak, az nem a lélegeztető gép miatt volt, hanem a súlyos állapot miatt, és annak kell örülni, hogy ennek köszönhetően voltak emberek, akik túlélték és lejöttek. Volt olyan, aki 30 nap után jött le a lélegeztetőgépről. Szóval megint visszajutottunk oda, hogy, hogy következtetést levonni anélkül, hogy az ember mire hatóan ismerné a, a, az összes információt vagy az információkat, anélkül következtetést levonni, nagyon veszélyes dolog. Mert logikusnak Ogyne? tűnhet, hogy lélegeztetőgépre kerültek, közül sokan meghalnak, de nem a lélegeztetőgép miatt, hanem sajnos a betegség súlyossága miatt. Pedig olyan szépen visszafejtették ezt emberek, hogyha emlékszel erre is, Jani, nem? Hogy ugye hát persze. Hát, ha lélegeztetőgépre kötsz valakit, akkor ugye elfelejt levegőt venni, és ha leveszed róla, akkor utána nyilván megfullad. Nem logikus? De most hát ember hogy ha, ha autóba dolog, ülsz, akkor elfelejtesz Járni? járni. Pontosan? Igen. De milyen logikusan hangzik? Nem, meg olyan szép volt ez a gondolat is. Látod, az emberekben felépült ez a dolog, sajnos. Hihetetlen, hogy, 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 hogy ilyen globális méretekben is létezni tudnak tőled ezek a ez, ez a fajta ignorancia, vagy nem is tudom, minek nevezzem igazából öm, a dolgot. Hogy, hogy, ez így, így, hogy, ez így, létezik. Mert ott borzasztó hangzik, és milyen érdekes, hogy mennyire veszélyes tud lenni, hogyha ilyen nagy játszótéren így viselkedik az ember, hogy összerakom én magamnak a dolgot. Szerintem ez valahogy belénk van kódó, hogy mindenre próbálunk magyarázatot találni, és a saját szintünkön próbálunk magyarázatot találni. Biztos nekem is van olyan kérdés az életemben, amit rosszul látok, mert nem, adok, nem értek ahhoz a területhez, uh -huh. és, 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 kevés információ alapján mondtam le következtetés technikai részen, bármilyen részen. Úgyhogy nekem egy kicsit könnyű dolgom van, mert ezt, mert ezt tanultam, erre készültem, ugye ahhoz, hogy például valaki szakul orvos legyen, nem csak a hat év orvosit kell elvégezni, hanem ha mondjuk később éjszaka lenni, az megcsinálni a hat éves ortopéd szakvizsgát, meg utána még két évet a késsebészes specializációt. Az hat meg hat meg kettő, az 14 év. Mire valaki gimi után késsebész lesz, plusz 14 év tanulás. Nem véletlenül van ez. Ja persze, hogy nem, nem az, hogy valaki otthonul, és akkor megfejti otthon, hogy megfejti. mi történhet. Igen, szóval, hogy Igen. ez a tudománynak a saját Ö, nagy kihívása, hogy ezt lekommunikálni. Én is ezért próbálok egy kicsit így így a YouTube-on, vagy a TikTok-on így, 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 ilyen kérdésekbe belemenni, hogy, hogy egy kicsit segíteni ezt a kommunikációt, amennyire én értek hozzá. Ö, foglalkoznak vele egyébként ö, ugye külföldön is, és én ezt például egy rettenetesen ö, pozitív dolognak találom, és egyébként nem eltérve a témától, nem csak az orvostudomány területén belül, hanem az egyéb ugye STEM-tudományokon belül is ugye egyre több a, a ahogy ugye külföldön mondják, educator, akik ugye ilyen közszereplőként vannak nyilvántartva, igazából ilyen internetes személyiségek, akik valóban a tudományokkal foglalkoznak, és ugye megkönnyítik a kapcsolatot a tudomány és az átlagember között azzal, hogy egy olyan fajta módon kommunikálják, ami izgalmas, érdekes, stb. Szerintem ez nagyon klassz dolog, és csak örülök neki, hogy te is csinálod ezt a dolgot. Között, aki nem tudja, Andrásnak van TikTokja. Mert ennyire modern, érted, hogy megőrülsz. Uh, ahol ugye szoktál beszélgetni um, um, ilyen témakörben, röviden, gyorsan lehet tapasztalni ezt a dolgot, nekem nagyon tetszett egyébként, és tök érdekes, hogy mielőtt szóba került el, nekem már így organikusan dobta fel egyébként a, a TikTok a, a, a videóidat, um, meg YouTube, meg YouTube csatornád is van. Igen, az indult először. Ja, az indult először. Az, az hosszabb formátum, ugye? Az nehezebb, az sokkal hosszabb, meg nehezebb formátum. Az az akkor jött, amikor a, a pszichiátriáról sebészetre váltottam, Aha. és még a pszichián csak beszélgettünk a beteggel, Aha. addig a sebészeten ott, ott ugye sokszor ö, olyan gyorsan kell cselekedni, meg olyan sok mindent kell egyszerre csinálni, hogy kevesebb idő van, egyszerűen ö, beszélni a beteggel. Aha. És kerestem egy olyan módot, hogy hogyan lehetne a betegekhez például úgy eljutatni információt, hogy ők megértsék, lássák és mégis tájékoztassam őket, és amikor oda megyek hozzájuk, akkor jobban tudja központosítani az ő kérdéseikre. Hogy nem nulláról kelljen elmagyarázni, ne, ne hogy egy mi bőle, a vakbér, igen, például. Igen. És akkor csináltam a vakbeles és, videómat, és így jött az egész. Á, látom, a vakbeles videó. Igen, én, de én, nincs én. túl sok, mert tényleg azért ez egy, ez egy nehezebb formátum. és Meg mondjuk te dolgozol közben, ö, nem ö, úgy, mint ezek igen. a nélkül szerencsétlenek, mi, ugye, hogy más dolgunk <laughs> sincs, mint az interneten, Nordi mondjuk te dolgozol. Igen. és és, igen, emiatt nehézett, ez még úgy itt minden meg kellett tanulni, videót vágni, kamerát beállítani, szóval, szóval borzasztó, meg megtanulni így a Adobe nem is tudom, illusztrátornak a használatát, ja. hogy hogyan tudom úgy a fotót módosítani, hogy az jó legyen. Így indult az egész, aztán ugye aztán a munka az elhatalmasodott ügyeletek, hát, minden, mondjuk egy 24 órás szombati ügyelet után már nincs erőm leülni videót csinálni, aztán megjött a Covid, és aztán Covid után pedig feleségem mondta ezt a TikTokot, hogy ő nézi. De nézd ne ilyen... meg, micsoda viewk vannak, tehát itt, tehát itt valamire látapintottál. Egy sztár. Egy itt valamire látapintottál abból a szempontból, hogy ugye röviden közben. Egyébként ez dobta fel nekem, igen, ezt, a, ezt az Isten tanasságot hogy így a a elnézést, vagy... Mert először így meglátom, és mondom, azt mondom, hogy mi ez. Ez és... Szóny, én ilyet csak lábon láttam mm -hmm. eddig, mert ugye ez, ez később tartozik. A, a végtagi része az a általános sebészet, az ahol dolgozom, szóval lábujjakból elég sok ilyet láttam. De ennek ellenére is, sőt úgy, hogy a, a hegymászónak a profiljára rá lehet kattintani, így is rengetegen állították, hogy ez viasz. Igen, hogy ez egész gondoltak, igen, de ők viatnak írták ezt. Hihetetlen. És akkor itt próbálkozom. A feleségem mondta, hogy ez tök jó platform, tök platform, aztán kirőlt a baráti körben van egy fizikus lány, aki meg így fizikával kapcsolatosan csinált. Nem, már! De, 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 de és akkor ilyen kísérleteket mutat be, és, és akkor július elsőjén megcsináltam az első videómat. De mi a legnézettebb? A Pfizer mellek. Jó, ne, hát, a, 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 hát egyet. Nem, az csak a második szerintem. Na, ez egy kicsit hatásodás volt. Ja, tényleg ez? A, igen, ez. Aha. E ja, igen, az átlagos vasárnap. De... Ezt is láttam, igen. Ez. És esküszöm, hogy ez elő szokott fordulni. <laughs> szóval, hogy, hogy ez, 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 ez nem úgy, ez, Nehezen találnék ilyet magamtól, és amikor tényleg családi ebéd közben felhívnak, az megértem persze, mert izgul az ember is, kihez forduljon, de mondjuk ha öt napja van panasz, akkor jó lett volna, hogyha mondjuk a, az elején. Igen, de itt, de itt, igen, meg lehet találni alapvetően, is itt látszik is egyébként, hogy vannak olyan témakarok, amiket nagyon durván felkapott a. a maga az algoritmus, és elég sokat mutagat egyébként, de egyébként durva, hogy ezt mondod, hogy ugye, itt is magyarázat, hogy ez a fekete új, ez micsoda, meg ugye nem csak, ez egy külföldi videó alapvetően. Igen, 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 és igen, még én. így is van, aki nem is csak hiszi. is feldobta a forjú, és néztem, hogy, hogy úristen, le van fagyva a keze. Megnéztem a többi videóját, ott is láttam, és lényegében ez egy nagyon súlyos fagyási sérülés, ez hegymászoknál szokat előfordulni és azért ilyen fekete, lényegében ez elhalt a fagyás hatására, vagy hideg hatására, bealvad a vér a kapillárisokban, a kis erekben, sőt, hogyha nagyon erős a fagyás, akkor szétpukkannak a sejtek is, és akkor így elhal, ez egy, ez egy ilyen elhalás. De például itt van a műtői bemosakodás is, ahogy el kell képzelni, mondjuk mielőtt bemegyünk a... Uh -huh. Amit a videón láttok, az, az az amerikai... Az amerikaiaknál inkább ez a... Bedörsölés. ez a scrub ö, a jellemző, nálunk pedig I dig on a két fázisú. de most már náluk is amúgy a kétfázisú fázisú hogy először csak simán szappannal, hát. és utána alkoholossal, mert az alkoholos fel tud lenni. Így néz ki egyébként egy műtő, van műtős nő, például sokan ezt sem tudják, hogy a műtőben például nem egyedül van egy, egy sebész, hanem, hanem van mellette egy műtősnő, aki műszerrel van, egy műtős fiú, aki adogatja a műtősnőnek, hogyha valamit be kell kérni, vagy ha leesett valami, van, akkor már hárman vagyunk, van egy második sebész, aki asszisztál, az már négy, van egy altot, Orvos, és még van egy altató orvos asszisztens. Szóval legalább hatan vagyunk egy műtétnél. Itt nagyon sok érdekes dolgot meg lehet tudni tőled. Egyébként most nem akarok átérni a covid témától, de amúgy a legújabb TikTok videó az egy olyan dolog, hogy én ezt külföldön láttam. Ugye ez az a kávé, meg a citrom, vagy a narancslé, vagy igen, attól igen. Lefogysz. Igen. És láttam, hogy volt erre orvos, aki mondta, hogy igen, ez, ez tök jó. És az egész tiktok -ja erre van építve, úgyhogy én nem is tudom, hogy ő, ő, ő valódi orvos. Ennek én utána sem, akarok nézni, volt, mert... De, de te erre amúgy mit mondtál? A kávé citrom Hogy az egy megint egy csodálatos ilyen kamu. Igen, pontosan. Csak szóval... tudod, az ember mit lát, tudod, szájmaszkos, orvosnak baj, az ember mondja, hogy igen, működik, és begyaltam mindenki. Mindenki benyalta. Mindenki benyalta. Ennyi kellett. Szóval látod, te is valószínűleg valami jelmezbolda vásároltad ugye az <laughs> és már innen jogosult vagy arra, hogy elmagyarázt, hogy kinek fagyott le, hogy az újja. Igen, ez a veszélyes az interneten. Úgy, sokan nem néznek utána, hogy, 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 hogy vajon kicsoda, micsoda. Igen. Én például megtalálható vagyok rendesen. A, 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 van egy ilyen orvoskereső, egy ilyen hivatos adatbázis, és on, én ott megtalálható vagyok, és látszik, hogy tényleg orvos vagyok. Látszik az, hogy mikor végeztem el az egyetemet, talán még az is, hogy milyen szakképzésben vagyok. Mm -hmm. De sokan ugye ezt nem lépik, meg nem mennek utána az információnak, és akkor bármit elhisznek, és vannak, akik ebből anyagi hasznot is hajtanak maguknak. Hát látod, ugye durva. Olyan működik. szinten mondjuk attól függ, hogy mi a működik, mert hogyha csak citromot meg kávét fogyaszt az ember, akkor biztos, hogy le fog fogyni, de ha nem fogyasztaná még else, akkor is ugyanúgy fogynak. <laughs> csak az más kérdés, hogy milyen áron, hogy, hogy, hogy felborul az anyagcseréje. Egyenes út a jó-effektushoz, nem vízbe be vitaminokat, vita hiányállapotok alakulnak ki. És nem tud gondolkodni, mert az agy az csak cukrot tud fogyasztani, vagy ketontesteket, testeket ami, ami meg ugye akkor keletkezik, amikor nagyon súlyosan éhezik az emberi szervezet, de a cukor az optimális az agyunknak, a legnagyobb cukorfogyasztó az agyunk egyébként. Igen, ugye abból is... nem jó kinyírni. Pontosan, pontosan abból is egyébként. A, a túlzásokról mi már nagyon sokat beszéltünk a csatornán, és ugye mégis sikerült ott a különböző diétákban is néhány esetben átadni azt, hogy a cukor az halál, és hogy nem szabad cukrot enni. Hát, igen. A, a, azt hiszem az agy és a here az, ami csak cukrot tud, glükózt tud fogyasztani. Most, most nem meglepődtél. Nem is azt, hogy meglepődtem, csak így hello. Igen. Visszakanyarodva, visszakanyarodva, a témához, mert még mindig azért van dolgunk rendesen ezzel kapcsolatban, hogy beszéljünk a dolgokról. Hogy láttad egyébként a nagyon sokszor ugye az emberek negatív véleménye vannak ugye az egészség, ugye itthon, itt ugye főleg csak a negatív tapasztalatokat emeljük ki, és a többi. Hogy láttad egyébként? Volt olyan szituáció, amiben így mondjuk a Covid alatt így e, Előrébb jártunk, mint a külföld. Gondolok itt mondjuk rendszer szintű dologra, vagy az infrastruktúrára, ami ami ugye itt belül volt, vagy csak és kizárólag negatívumokról tudsz te is beszélni. Ja. Szerintem ez egy ilyen emberi sajátosság szintén, hogy, hogy az ilyen dolgokat, azokat szeretik szídni, és mondjuk megkérdez egy amerikait, itt ő, ő is azt mondja, hogy elégedetlen az egészségügyi rendszerével. Igen. Szóval ez, ez megint ilyen a szomszéd ugye, mindig zöld, de igen. Ezt... Ők ide mutogatnak, ugye, mert ö, ugye közegészségügy van, meg stb. meg oda mutogatunk, hogy nézd meg. Igen, ide. mert a sorozatokban látjuk, hogy milyen gyönyörűek. <laughs> és, és, mit, szóval, hogy, hogy megint ez egy ilyen szubjektív véleményalkotás. Viszont például ö, nekünk olyan egészségügyi felhőnk van, ö, Ugye ennek a hivatos neve az ESZT, és az oltásnál sokan találkoztak vele. Ez az egészségügyi, egy elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér, ahol például a receptek felkerülnek. Igen, ez normális esetben ugye így működik, ahova recepteket is felírják meg minden, csak ugye amikor az oltás volt, akkor ugye hát egy pár talán. Én, igen, igen. úgyhogy meg is lett az emberek véleménye róla. Azért, ezt most muszáj mondjam helyetted, azért, mert ugye addig nem is találkoztak vele, mert ugye nem mindenki jár minden nap orvoshoz. És csak azt látták, hogy ja, hogy itt van ez, és más. És, tehát, igen. hát, ez, hirtelen mindenki regisztrálni akar, és akkor hirtelen nem bírja. Igen. Miközben, amúgy például erről elmondhatjuk, hogy ezen a, ezzel a világ élvonalában járunk, hogy nekünk ezzel ilyen a egészségügyi a... rendszerünk És ez, ez például a covid alatti ellátásban rendkívül uh, nagy segítség volt, hogy én meg tudtam nézni a betegnek az adatait a, a, a számítógépen. Láttam azt, hogyha győrben csináltak egy vizsgálatot, láttam, hogyha nem tudom, itt Debrecenben volt neki egy CT felvétele, és nem pedig a papírok között kellett keresgélni, meg a stócban nézni, hogy úristen, hol van ez a CT vagy MR vizsgálat, és akkor hajnal kettőkor átlapozol felette, hanem le lehet szűrni a felhőben Aha. És Minden minden egészségügyi adat, most már a magánszolgáltatóké is feltöltődik ebbe a felhőbe, és orvosként, kezelő orvosként hozzá tudsz férni. És láthatod, hogy a betegnek például milyen vizsgálatai voltak, milyen kezelései voltak, milyen gyógyszereket írtak fel, és például kiváltotta-e a gyógyszereit. Oh, ah, és hányan vannak ilyen? olyanok, ugye? Szerencsére minket talán még annyira nem érint, de az idősebbeknél, akik sokféle gyógyszert szednek és bekerülnek a kórházba, például, vagy nincsen olyan, nem tudják, van, hogy nem tudják felsorolni a gyógyszereket, hatóanyagot, meg hány milligrammot, főleg, hogyha nyolcféle gyógyszert szednek, és uh -huh. so, nagyon nehéz megjegyezni. És mi, és nálunk Magyarországon felmegyek a felhőbe, és azonnal látom, hogy milyen gyógyszereket szed. és külföldön ilyen nincsen. Szóval tényleg, amikor én például voltam két éve Barcelonában egy nyári egyetemen, az isz ott ilyen digital health volt a topik, és ott volt egy előadó, és elmondta, hogy ők most fejlesztik azt, hogy a katalán régióban akkor a beteg adatok egy központba fussanak össze, és akkor ott mennyire megkönnyíti az ellátást, miközben nekünk már akkor volt egészségügyi felhőnk, és használtuk is, és még ott az egy régió, a többi régióval nem tud még kommunikálni, mert ott mondjuk másféle fejlesztés uh -huh. zajlik. Nálunk meg Magyarországon van egy olyan egészségügyi rendszerünk, amihez például orvosként az ország bármely pontjáról hozzá tudsz férni. És úgy tudsz hozzáférni, hogy, 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 hogy Más nem tud jogtalanul hozzáférni, mert Nyilván, a rendszer mint... <laughs> logolja. <gül> és például vannak olyan szenzitív adatok, például a nemi beteg vizsgálatok, vagy például a pszichiátriai kezelések, amire mondjuk én sebészként nem látok rá. Ja, értem, tehát hogy így vannak szeparálva hozzáférések. hogy az Igen, mert az annyira nézni. szenzitív dolog, hogy hogy azt csak az adott szakterületnek az orvosa látja, uh -huh. vagy pedig kérvényezni kell a betegtől, hogy ő idéglenesen feloldja. Tehát az ő engedélyével hozzáférhet, hozzáférhetek. Mm hozzáférhetek. -hmm. Vagy sürgőségi esetben van egy ilyen ö, opció, viszont ezt a rendszer azonnal jelzi a páciensnek. Tehát te visszakövethető leszel, Abszolút. hogyha te úgymond vészhelyzet gyanánt, le ezekhez az infókhoz, hogy hogy tette tettele, vagy nem. Utána Így van, és, és ezt a beteg vagy. látja, és ugye ezt azonnal tudja jelezni, és ez egy nagyon súlyos etikai vétség, hogyha mondjuk valaki elkezdi csak úgy nézegetni az Mi embereknek, most? akiket mondjuk nem is kezel. Úgyhogy azért vannak benne ilyen, hogy hívják ezeket informatikailag, ilyen biztonsági kapcsolók, hogy mi ezeknek a nevük. Hát végül is nem is azt, hanem egy log készül erről, igazából ez a legjobb szó erről, hogy teljesen, tehát úgymond visszakövethető. Naplózva Naplóz van. igen. Az, hogy, hogy, hogy mikor mi történik, és úgymond amit teszel ott, vagy ahová jár. eljutsz, ugye az visszakövethető, és így felelősségre vonató vagy. Például én magam használtam most betegként, mert uh, megsérült a vállam, erről beszéltünk itt az adás előtt, és készült róla egy MR felvétel, ugye, ami egy kép, viszont azt meg kell leletezni egy radiológusnak, ami nem azonnal készül el, és uh, nem tudtam visszamenni abba az intézménybe uh, átvenni a, a leletet, amikor már mentem az ortopédusomhoz, és tök jó volt, hogy magam is fel tudtam menni, ki tudtam nyomtatni, de mondjuk ez se kellett volna, mert az ortopédusom meg be tudott lépni az én felhőmbe, mm -hmm. és azonnal látta a leírást, és látta, hogy mi baja van a kulcsontomnak, anélkül, hogy bármilyen írásos dolgot kellett volna vinni. És ugye ez nem kopik el, meg nem, nem hagyom el, mert én Persze. elhagytam már egy MRCD-met is sajnos, vagy nem tudom, hogy hol van, de biztos elhagytam, mert nem találtam. De hogy ezek megmaradnak. És ez tényleg egy annyira szuper dolog, és engem tökre bánt, hogy erről nem, nem igazán tud a, tudnak az emberek, vagy nem ezt, jut el hozzá. Ezt meg tudom erősíteni egyébként, mert Ö, nekünk most, amikor ö, született a kislányom, akkor ugye orvoshoz kellett járni, oltás fel lett írva, tudod, mindenféle ilyen kenőcs, meg oda kened, meg nem tudom mi, és mondták nekem, tudod, hogy fel van töltve a felhővé, meg tudom, mondom, hogy hova, micsoda. És tudod, meg voltam lepődve, hogy bú, mondom, ilyen van, mekkora királyban, az, hogy milyen durva, durva, helyen élünk. És akkor mondták nekem, hogy amúgy iszonyú régóta van már ez a cucc, tudod, csak Igen. én, én, mivel, hogy tudod, nem tudom, hashtag nem voltam beteg, ö, meg annyira nem vagyok normális, hogy nem járok annyira nagyon rendszeresen ugye vizsgálatokra, nem tudom ezt. Tehát én nem azért nem tudtam, mert, mert hallottam róla, csak kizárom, vagy mert konteokat gyártok arra, hogy megfigyelnek, vagy ilyesmi. Nem tudtam, hogy van ilyen, és kész. És így, és így mondom, ezt alá tudom támasztani, hogy nincsenek informálva erről az emberek. De akkor azt mondod, hogy ugye a COVID alatt is ez nagy segítség volt, mert hát, ugye nagyon sok beteg nekem, érkezett. Nekem óriási segítség volt az, hogy, hogy úgy tudtam végignézni a betegeknek az előző vizsgálatait, adatait, gyógyszereit, és ugye azt tudtam ráírni a lázlapra, amit onnan, mert az tényleg fel van írva, és még azt is látom, hogy kiváltotta el a gyógyszert, az, az egy óriási segítség volt nekem, főleg egy rossz állapotú betegnél beszéltetni sok ideig úgy, hogy oxigénért kapkod, hát azért Igen. nem a legszerencsésebb, és ilyen szempontból ez tényleg nagyon sok helyen elindult azóta a Covid alatt ez a, a, az e egészségügynek a fejlesztése, mert rájöttek, hogy ez mekkora hiány. Mert ugye eddig tologatták más országokban, most meg így ez felrobbant, ez az egész ö, ö, szeglet, vagy 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 szegmens, mert rájöttek, hogy hiány van nekünk, meg, 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 meg itt volt készen. Úgyhogy nekem rengeteget segített, és a kollégáim is mondták, sőt, idősebb kollégák így rácsodálkoztak, hogy vó van ilyen funkció. Uh -huh. Mert ugye nem tudom, megszokták a saját rendszerüket, és, és mondjuk a Covid-nál sem volt a legjobb az, hogy mondjuk a, betegnek a papírkáját kellett fogni, meg átadni, hanem felírtam mondjuk a receptet a felhőbe, elment, és személyével kiváltotta. És nem tudja elhagyni a receptet, nem tudnak visszaélni vele. Igen, meg hát az, amit mondtál is, ugye, hogy, hogy, ugye, hogy, 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 hogyha csak így a a maga a beteg tud tájékoztatni arról, hogy mit szed, stb. Úgyhogy ez egy elég, elég, eléggé, hogy is mondjam, kockázatos dolog tud lenni, vagy akár végzetes is, hogyha nem olyan információt ad, ami valós. Véletlenül rossz gyógyszert mond. De Így nem nem meg lehet tudom ellenőrizni, hogy vajon, vajon tényleg azt a gyógyszert szedi, mert azért, azért gyógyszer és gyógyszer között van különbség. nyilvánvalóan igen. Um, az, az, hogy ugye mondtad, említetted, hogy ahogy érkeztek ugye a vakcinák, ugye láttátok az enyhülést, ugye a, ugye maga a betegszámban is, stb. Ugye itt, itt, itt indult ugye az egyik legnagyobb ilyen, hogy is mondjam, ilyen, ilyen nagy Y a dolgokkal kapcsolatban, ugye mert gyakorlatilag szinte azt mondanám, hogy ketté vált igazából a társadalom ebből a szempontból, hogy ugye voltak azok, akik ugye elmentek és felvették az oltást, ahogy, ahogy mondták ezt a kifejezést egyébként, akkor hallottam életemben először, hogy az, az oltást felveszik. Nyilván szakzsargon, ez is megint csak egy olyan dolog, hogy így hallgattam, nyitottam fel, hogy mi csinál? Wow, nem tudod, de oltakoztam, buta emberek. ez is egy új szó. Oltakoztam, igen, oltakoztam. Ez körülbelül olyan volt, mint először találkoztam a bankol szóval. Új. És mindenki nézett, hogy miért ezt nem hallottam meg soha. Én meg így hogy nem. De én tudom magamról, hogy mennyire vagyok gyakér, lényegtelen. Üm, ugye megindult ugye a, a vakcina, ugye első van, ugye még meg volt határozva, hogy első, az időseket, meg a veszélyeztetett betegeket oltatták, stb. Nehéz is belekezdeni egyébként ebbe az egész oltás sztoriba, de hál' Istennek beszéltünk arról ugye, hogy elmondtad, hogy ugye a fejlesztés hogyan zajlott, legalábbis hogy miért ilyen gyorsan jött elő, stb. Te, mint orvos, nyilván ezt nem lehet kertelni, ezt a kérdést, és iszonyat hülyén hangzik, de muszáj megkérdezzem egy kezdésből. Te, te pártolod azt, hogy az emberek felvegyék az oltásokat? Igen. Én gondoltam, gondol, hogy így gond, de muszáj megkérdeznem, mert Igen. egyszerűen akármennyire hülye hangzik, mert megmondom őszintén, hogy, 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 hogy kicsit így, így saját szorít hozzá a dologhoz. Abban az időben, amikor, amikor ugye jött a kérdés, és nem is igazából nem, amikor a kérdés jött, hogy beoltad e magad vagy sem, hanem amikor ugye lett oltás, és akkor ugye a házi orvos ugye elért telefonom, vagy valahol, hogy na, itt van a cucc, kell -e, vagy nem, már előtte is gondolkoztunk rajta. Engem, engem a saját magam tájékozatlansága és egyéb dolgok vittek arra, hogy beoltassam magam. Mert én úgy voltam bele, hogy tudod, nem, 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 én, mint egy, 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 egy átlag gyerek, nem voltam felkészülve abból, hogy milyen negatívumai, pozitívumai lehetnek, nincs meg a tudásom mögött, stb. többi. Annyit tudtam magamról, hogy itt vagyok, 33, akkor még 32 évesen, mert akkor még nagyon fiatal voltam, tudod, most már 33 vagyok. Hogy akkor tudom, 32 évesen, aki túlsúlyos, dohányzik, most kislányom, nem tudom, mi fog történni, ha elkapom ezt a vírust. A statisztika nem úgy néz ki, hogy a hozzám hasonlókra jó hatással lesz. Ezért azt mondtam, hogy talán, ha van esélyem arra, hogy mondjuk nem, 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 is az, hogy elvisz a betegség, hanem mondjuk nem esek ki a munkából hetekre vagy hónapokra, akkor élek vele. Engem ez vitte erre rá. Nyilvánvalóan volt, aki be a félelem nagyobb volt, az esetleges mellékhatásoktól, egyéb dolgoktól ők azért nem. Nem akarok feltétlenül beszélni a hogy hogy ezzel kapcsolatban, mert ez már nagyon a vége szerintem a dolgoknak, mert én úgy gondoltam, hogy mindenki, tehát én tudom, gondolom, hogy te nem úgy gondolod, hogy tehát, ez nem kérdés számodra, hogy most legyen-e vagy ne. Hát nem, mert tudom, hogy ez, ez, ez jó dolog, meg tudom, hogy igen, nekem könnyű, mert tudom, hogy hogy működik az oltárszal is. Te, te rendelkezel könyem... azzal az információval. Én megértettem azokat a... A, 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 az állampolgártársakat, akiknek tudod, ö, fenntartásaik voltak, olyan kérdéseik voltak, amiket egymás köztöd, én nem tudtam, mit mondjak nekik rá, hogy mi lesz öt év múlva, mi lesz tíz év múlva, ö, hogyha valami kiderül, hogy valami olyan mellékhatása van. Ezekre én nem tudom a válaszokat. És nyilván ők sem beszéltek olyannal, akik esetleg tudják, és ezekben az emberekben kérdés marad. Ö, én bennük megértettem ugye a kételt, és nem is kezdtem ki senkit amiatt, hogy De nem értem oltakoz, miért nem oltakoznak? Szóval ez mindig kicsit ilyen, kicsit ilyen durva nekem. Szóval őket nem piszkáltam ezzel a dologgal. Nyilván most azokban az emberekben beleköt az ember, aki tudod, elmondja, hogy, hogy öngyilkos akar lenni, aki oltást vesz fel, stb. Mert ugye vannak ilyen, vannak ilyen szélsőségek, nyilván az már egy, az már egy durva dolog. Meg azt is megértettem, aki, aki ugye felvette az oltást. A legtöbb kérdése egyébként ára volt a közönségnek is a vírussal kapcsolatban te az oltást látod a megoldásnak erre a helyzetre? Igen. Tehát az, az fog véget vetni ennek. Igen, és szívesen kis fejtem, hogy miért gondolod. És nyugodtan. Miért gondolod így? Gondol. Az oltás is nagyon egyszerűen működik, és uh megpróbálok valahogy hasonlattal élni. Ugye, amikor egy, ez a vírus megfertőzi a szervezetet és elkezdi pusztítani a sejt, sejteket, akkor, akkor ugye a szervezetnek fel kell ismerni ezeket a vírus részecskéket, le kell őket tapogatni, kifejleszteni ellene valami jelölő anyagot, amivel meg tudja jelölni a fehér sejteknek, hogy na ezt kell megenni, ezt kell elpusztítani, ez a ellenanyag, vagy antibody, és ez egy időigényes folyamat egy-két-három hétig is eltarthat, mire megfelelő ellenanyagot fejleszt ki. Mert ez olyan, mint amikor egy új terméket fejleszt el, az első, hát, még, még nem az igazi. Szóval, Van a hibák, hogy, sattöbbi, igen. Vannak hibák, stb. Vannak hibák, nem épp a legjobb, stb. Csiszolni kell rajta, finomítani, és akkor akkor a végén megszületik az, ami tényleg jól működik. Ez egy időigényes folyamat, addig meg a vírushoz pusztít, mert mással nem tudunk ellene védekezni. Az, az oltás, az annyit, annyit tesz igazából, hogy ezt a tüskefehérjét, ami, ami a legjellegzetesebb része a, a vírusnak, meg ezzel tud kötődni a, a sejtjeinkhez, ezt megtanítja az immunrendszerünknek, hogy Ugyamikor, ez uh -huh. rossz. Ezt És akkor a szervezet elkezd ellene ugyanúgy, na és. Én ettől szoktam megőrülni, amikor azt mondják, hogy de a természetes immunitás, ez ugyanúgy egy természetes immunitás lesz, mert ugyanaz a folyamat zajlik le innentől kezdve, hogy felismeri ellenanyagot gyárt ellene és megjegyzi. És ennyi történik, is, amikor jön az, a, a, a vírus, akkor már azonnal meg tudja támadni. És, és most megpróbálok példákat hozni, hogy Jó, ez egy nem? kicsit érthetőbb legyen. Az ejtőernyő sem úgy kezdi el megtanulni a, a, az ejtőernyő használatát, hogy kiugrik vele, és akkor esés közben megpróbálom megtanulni, hogy hogyan nyílik ki az ejtőernyő, hanem előtte a földön gyakorol. Vagy mondjuk egy katonát sem kidobnak a, a háborús térre, hogy akkor itt a puska, és akkor kezdő ele valamit, és akkor megtanulja, hogy hogy kell használni, csak lehet, hogy addigra lelövik, uh -huh. mint ahogy a, a, a saját sejtjénket lelövik. Üm, és, és, és mondjuk a, a kínai nagyfalnál, amikor építették, akkor is ugye egyfelől az volt, hogy megfogják az ellenséget, az éjszakról betörő ellenséget, másfelől pedig, hogy az egyes őrtornyok tudjanak egymásnak jelezni, hogy közeledik az ellenség, hogy mire valóban odaér, addigra már felálljon a védelem. És az oltás ezt teszi meg, hogy, hogy egyfelől segít megtanulni védekezni ellene, és, és, amikor és, és, megjegyezteti a szervezete, hogy amikor az valódi vírusra találkozik, akkor pif, el tudja pusztítani. Ez, 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 ennyire egyszerű, és itt szokták ezt a természetes, mesterséges védekezés, ami biológiailag a két folyamat lényegében ugyanaz, csak a különbség, hogy közben nem pusztulnak a sejtjeink. És akkor miért van az, ugye, ami az emberekben, ugye itt jön a kérdőjel arra, amit mond az egyből, hogy ha? Mondott te? De az oltás ellenére is elkapják a koronavírust az emberek. De nem halnak meg. Világos. Ért, ért, értem, értem. Azért mosolyodtam el, mert hogy megint egy olyan kérdés, amire nagyon egyszerű a válasz. Szóval, hogy átmenetileg meg tud fertőzni egy-két sejtet, de addigra már ott van az immunrendszer hadserege, a fehér az, az ellenanyagok, és már azonnal elkezdik pusztítani a vírus, szóval a vírus nem tud sejtről sejtre terjedni és elpusztítani. Nagyon extrém esetben előfordulhat olyan, hogy valakinél nem alakult ki ellenanyag az oltó, oltása vagy védelem, de ez azt jelenti, hogy nálam nagyon nagy valószínűséggel a vírusfertőzés esetén sem alakult volna ki, uh -huh. és lehet, hogy pont ezért egy nagyon súlyos lefolyása lett volna a betegségnek. Értem. És szoktak még ilyen hasonlatokkal élni, hogy az astrazeneca zenekánál volt az, hogy az vérrögött. Okozhat. 1 Egy millió beoltottból körülbelül négynél figyeltek meg vérrögképződést. Hogyha covidosokat nézünk, akkor egy millió beoltottból 160 ezernél figyelhető meg vérrögképződés, mert 16 százalékban a covid fertőzést vérrögképződés kíséri. És, mi az ellátás során nagyon sok olyan beteget találkoztunk, akinek vagy közben lett egy mévénás trombózis, ugye a láb mévén keletkezett vérrög, vagy találkoztunk olyan beteggel is, akinél enyhében zajlott le a COVID-fertőzés, hetekkel később jött be, hogy nagyon fullad, készült róla egy melkas CT, és tele volt a tüdeje vérrögökkel és hála jó Istennek időben elkezdtük a vérhigító kezelést, mert anélkül lehet, hogy meghalt volna a beteg. És hogyha ezt az arányt egymás mellé vetítjük, és vetítsük mondjuk vízdíjra, vagy vízszámlára, hogy pénzt az ember jobban meg tudja fogni, nem mindegy, hogy 4 forint a kockázat, vagy 160 ezer forint. Világos. Csak ezt az egy-egy esetet ezt, ezt nagyon fel tudják fújni ezek az oltás ellenes csoportok. És ez a veszélyes, hogy nagyon erős hangjuk van, erős beszélgettünk így az adás előtt Igen. pár percben, hogy vannak olyan csoportok, akik viszonylag kis számok, de nagyon hangosak, és nagyon fel tudják fújni. Például, hogy, hogy voltak ilyen hírek, és olvastam, nekem is feldobta talán a Facebook, vagy, vagy valamelyik ilyen social platform, hogy meghalt valaki oltás közben, 85 éves volt hogyha ö, megnézzük, hogy minden nap halnak meg sajnos emberek, ö, kapnak szívinfartust, és ez előfordulhat, hogy az oltással egy időben Jó, történt, persze, igen. de nincs közte okokozati összefüggés, mert ott volt a, az elmesszesedett koszorú érben már az a lebegő plak, az egy ilyen zsíros, messzes valami, ami tovább sodródott és elzárta az eret ez nem az oltás következménye például ilyen esetben. Csak egy esetet, mondjuk egy az egymillióból típusú esetet is képes úgy felfújni a, a hírverés, a, az, hogy egy clickbait címet kell gyártani, hogy eljut rengeteg emberhez, és erre szolgálnak az orvosi kutatások, például vakcina vagy gyógyszerfejlesztésnél, hogy ezeket az arányokat és az okokozati viszonyokat megvizsgálják. És például azért vizsgálnak meg 30 vagy 50 ezer embert az utolsó fázisban, mert előtte lezajlik egy laboratórium, utána egy állatkísérleti fázis, utána humán egy humán kettő, stb. Mm -hmm hogy megnézzék az adatokat, hogy mi mutat összefüggést az adott gyógyszerrel, milyen annak a kimentel, hogyan változtak a paraméterek, ha ráesett a fejére egy tégla a körúton, akkor ez azért történt, mert nem figyelt, mert a gyógyszertől kicsit bambább volt, vagy pedig egy véletlen. És ez, erre szolgálnak, ez gyorsult meg, mint ahogy egy kicsivel korábban beszéltünk. Úgyhogy... Úgyhogy itt, itt és itt is egy kicsit bízni kell a tudományban, hogy, hogy, most én miért oltatnám be magamat, hogyha, vagy az egészségügyi dolgozók miért oltatnák be magukat, hogyha azt gondolnák, hogy rossz vagy, vagy, vagy. vagy. Szóval, hogy így van, én úgy gondolom, hogy vannak olyan be, embercsoportok, akik annyira ragaszkodnak a saját véleményükhöz, hogy, hogy bármilyen tényt be tudsz nekik mutatni, ők akkor sem fogják azt elfogadni. Hát ezeket a jelenségeket az interneten nyilván meg lehet figyelni, persze, tehát e erről nem kell okra engem. látom minden nap, hogy a hogy feleségem is be van oltva, tervezünk majd a jövőben gyermeket. Ezzel kapcsolatban hogy lesz kérdésem, mert érdekes ebből a szempontból is egyébként a hozzáállás, de akkor az a lényeg, hogy te azt mondod, hogy ugye arra, tehát, tehát a lényege az annak, ami, ami ugye a kérdésre a főleg arra kérdés, hogy miért, miért, betegednek meg az emberek annak ellenére, hogy ugye be vannak oltva, hogy gyakorlatilag ugye a betegség ugye elkezdődik. De, de az immunrendszer de az időben, véget időben, végez vele. Értem. Mert ugye ezt is, ez is olyan értő, mindenki úgy képzelít, hogy ha működik az oltás, akkor nem kapod el. A betegséget is kész. mert ugye ez nagyon sok kérdést felvet, hogy úgy hordozni, viszont tudjuk oltatként is a vírust egy ideig, és tudunk vele fertőzni nem oltott embert. És ugye ilyenkor az emberek ugye nagyon pici az esély nagyon-nagyon pici, de elméleti esély van rá. És, ö, és ugyanígy bele lehet gondolni abba, hogy itt mi egy olyan megoldás próbálunk, fe, ö, ö, olyan megoldásról van szó, ami, ami rengeteg típusú embernél, rengeteg ö, különböző korú embernél műk, ö, ö, immunizálunk. És, ö, és ugye lehetnek egyéni különbségek. Jú, És persze, például persze. van ez, hogy miért kell harmadik oltás, hát biztos ez is valami, valami összeesküvés, hogy valaki ebből jól profitál. Nem, ez, 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 az immunmemória az úgy működik, hogy az immunrendszer megjegyez bizonyos antigéneket, ez az a része például a vírusnak, amit felismer a szervezet, de ugye ezt meg kell erősíteni, emlékeztetni kell rá, hogy ez fontos dolog. Például elolvasol egy bármit, elfelejted mondjuk, elolvasol egy verset, amit meg kell tanulni órára, az, az alaposabban, de ahhoz, hogy te tudd a verset, el kell ismételni. És mondjuk egy, egy, egy 80 éves embernek az immunrendszer is kicsit mondjuk nehezebben tanul, ezért is esendőbbek a vírussal szemben például, mert másképp működik egy kicsit az immunrendszerük. És náluk például egy harmadik emlékeztető oltás, az segít még jobban trenírozni az immunrendszert, még egyszer Megismételtetni velük azt, hogy ez fontos, erre figyelj, és ezáltal nagyobb védelmet nyújt, mint amikor egy szavaló verseny előtt még egyszer elolvasod a verset, hogy amikor élesben kell a verset elmondani fejből, akkor te jól tudod a verset. És ez, hogy ugye, hogy nem ugyanaz a harmadik oltás, ugye? Én nem tudom, nekem ez például, mint laikus, tudod, ilyen. Én tudod, ilyen nem miért, vagy hogy most ez hogy van, hogy másik fajta, hogy most így lehet, vagy ennek van -e értelme. De megmondom őszintén, hogy a másik kérdés, ami nagyon sok esetben felmerül, az ugye a típusok. Ugye többféle van. Ú, már vannak Pfizer-esek, meg Astrásak. Igen, ugye. Mentünk, igen, és hogy, hogy ugye hogy gyakorlatilag történik egyfajta diszkrimináció az emberek között ebből a szempontból, az alapján, ugye, hogy melyik az elfogadott, melyik a nem elfogadott. Te látsz különbséget köztük, nyilvánvalóan van, de hogy, de hogy a hatékonyságban. Hatékonyságban az az, hogy 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 megfelelően védenek e? Igen, erre gondolok nyilván. Én nem látok érdemi különbséget köztük. Uh -huh. És itt arra kell felhívni a figyelmet, hogy több mint 250 vakcinának a fejlesztése indult el, és nem hiába ilyen kevés van engedélyezve. Ezek azok, amelyek minden fázist megléptek. Ó. Oh, ez 250? Igen. Na Látod, én ezt nem tudtam. Körülbelül És vaccínán... ennyi, amennyi, amennyi jött, ennyi az, aki, ami átment minden Ami olyan elindult. És, és, és amik most vannak, oh. azok azok, amelyek minden kritériumot megléptek. Ó. Oh. Szóval így, így ugye jó, már egy kicsit má, már ugye nem az van, hogy valaki elkezdett fejleszteni. Ó, oh, jó, lesz ez, hanem ezek nagyon, nagyon komoly Mentek végig, és és ugye ezeket nagyon komoly szakemberek vizsgálták, amiknek a tudásához például én nem érek fel, mert ez az ő szakterületük, mm. ezzel ők foglalkoznak, ez olyan, mint az informatikán belül is van olyan terület, ami annyira speciális tudást igényel, hogy az az ember ért hozzá. Biostatisztikusok, infektológusok, virológusok, bla, bla, bla stb., és egy csomó ellenőrző hatóság megnézte. Meg hát, hogyha megnézzük, azért mondjuk melyik országnak lenne érdeke egy olyan dolgot, Kidobni, ami utána kiderül, hogy nem jó. Hát az, az országnak a presztízsét is aláásná, meg a saját lakosait beoltani vele. jó, jó hát persze. Szóval, én hogy én mondjuk az, hogy az egyik 75%-os, a másik meg 90%-os, ez azt jelenti, hogy hogy e, hogyha mondjuk mindenki meg be lenne oltva 75%-ossal, akkor lényegében megállna a betegségnek a terjedése. Mit jelent ez a százalék? Pontosan. Tehát, hogy nem a százalék mit jelent, azt értem, csak hogy, hogy mit jelent, hogy ez annak az esélye, hogy el, mégis elkapod, vagy hogy a beoltottak... Ez a megbetegedésnek az esélye, Aha. az, hogy mondjuk az, az oltottak és a nem oltottak között milyen arányban fordult elő a, a, a megbetegedés. Értem, 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 értem. De lényegében a most most elérhető vakcináknak mindegyik óriási arányban 90 fölött segít megelőzni a súlyos betegségnek a kialakulását. Hmm. Szóval például az előfordulhat, hogy valaki genetikailag annyira más, hogy mondjuk nála egy ö, megbetegszik mégiscsak, de az most már a statisztikákból kiderül, hogy az oltottaknál a, a halálozás, hogy elkapják a betegséget és attól meghaljanak, az egyszerűen hihetetlenül elhanyagolható. Mm. Visszakanyarodva arra a harmadik oltás részre, hogy a hogy mondom még egyszer, tud én is laikus vagyok a témában, hogyha valaki mondjuk két Sputnikkal van beoszt, beoltva, ami egyfajta technológiájú oltás, arra hogy, a, hogy lehet ráoltani egy Pfizer-t? Tehát, ugyanak, ennek mi a logikája? Mert hogy elméletileg az ugye mennyire működik másképpen? Az az oltás, mint ez, ugye ez sincsen teljesen világosan. Hát ugye Az el. egyik az egy vakcina, uh -huh. ami azt jelenti, hogy a tüskefehérjének a kódját azt egy másik vírusba csomagolva juttatja el a szervezethez, és úgy termelődik meg a tüskefehérje, és alakít ki ellene immunvédelmet. Uh -huh. Az MRNA-s oltásoknál, mint például a Pfizer vagy a Moderna, ott egy ilyen lipid burokba van belecsomagolva, és nem másik vírust használ a szállítása, mert ezt valahogy be kell juttatni ezt az információt a sejtbe, hogy az emberi szervezet egyfelől létrehozon tüskefehérjét, és utána az immunsejtek azt felismerjék, és elpusztítsák. Ezekben az a jó, ezekben a technológiákban, hogy nagyon mérhető az, hogy mondjuk mennyi tüskefehérjét állít elő a szervezet. Uh -huh. Nagyon nagyon jól visszaellenőrizték, és nagyon jól követhető, és ez addig történik egy-két napig, és utána elbomlik a genetikai kód, nem íródik át DNS-en, nem módosítja az örökítő anyagát az emberi sejteknek. Lényegében annyit tesz, hogy a tüske fehérjét legyártatja a saját ö, ö, sejtjeivel a, a, az embernek, és utána, utána a hidro, ilyen bomlással egyszerűen elbomlik az RNS. Az MRNS-ek több milliárdnyi MRNS termelődik egy nap, mint nap a szervezetünkben. Ezek olyan információk, amik a DNS-ről másolódnak le, és ezt ö, ezt ö, utána a, a sejtnek a kis üzeme ebből fehérjét gyárt. És mi ezt a kis kódot, ezt az útmutatót juttatjuk be a sejtben, megtermeli a tüskefehérjét a kód elbomlik, mert az MRNS-re van egy csomó egy olyan enzim, ami direkt az bontja a sejten belül, elbomlik, a fehérjét fel is, az kijut a sejtből, felismeri az immunrendszer, és akkor kialakul a védelem. Úgyhogy ilyen szempontból ebben különbözik a vektor meg a nem vektor. Azért például Sputnik után, vektor után érdemes másik vakcinát beadni, mert ugye a hordozó vírusra, bár az megbetegedést nem okoz az emberi szervezetben, az emberi szervezet azt is felismeri a felszínét egyébként, és az ellen is védelmet alakít ki, úgyhogy például már másodjára oh, nem biztos, hogy hatásos. Értem, értem, értem. És a Sputniknál, a Sputnik 1, meg a Sputnik 2 például két különböző vírust használ, hogyha az elsőt már megjegyezte a szervezet. Láttam, én azt kaptam, és láttam a papíron, hogy Úgy különböző, hogy igen. Ez a. Ez is azért van, mert jót szeretnénk. Értem, és akkor azért nem... Azért nem ha, harmadiknak, azért nem veszel fel megint Sputnikot, mert az ellen már, ó, okay. Valószínűleg az igen. Oké, okay. <coughs> oké, okay. így már értem, úgy, így hogy... már világos. De akkor azt mondod, hogy alapvetően érdemes ugye erre a harmadik oltásra jelentkezni. Én így magam gondolkodása alapján, tehát mennyire szükséges ez? Mert olyan szinten, hogyha mondjuk én elmegyek egy antitestre és mondjuk nekem úgy, mondjuk egy jó vastag vonalam van, akkor én akkor is érdemes elmennem egy harmadik körre, vagy akkor úgy jó vagyok. Én a vonalban annyira nem bíznék, mert az egy igen-nem választat, hanem vannak ezek a, a laboratóriumi vizsgálatok, ami meg is határozza, hogy neked mennyi ellenanyagod van. Aha. Például, hogyha alacsonyabb az ellenanyagszinted, akkor akkor mindenképp érdemes. Uh -huh. Ha jó, magas ellenanyagszinted van, akkor ugye e, gondolkodhatsz úgy, hogy mondjuk, mint a tankolásnál, hogy, hogy so... akkor tankolok, amikor igen elkezd forni. Mert azért az immunmemória az ugye egy idő után, mivel nem találkozik vele a szervezet, vagy nincs igénybevéve, azért úgy, úgy csökken az ellen a a száma, és ugye ezt lehet fel ö, erősíteni az, hogy kapsz egy harmadikat. De nem kell vizsgálgatni, mert, mert ahogy, ha már versmondós példánál maradunk, azzal, hogy még egyszer elismétled a verset, Ártam, attól nem fogod rosszabbul tudni. Értem. Van, -e, ö, van jelenleg ö, olyan egyértelmű válasz arra, hogy milyen, ö, mennyi idő eltelte után érdemes egy ilyen ismétlő oltás, vagy de ilyen maradt? Hogy látott te ezt, hogy a vakcina gyártásnak ez az iránya, hogy valószínűleg ez egy ilyen évenkénti jelenség lesz? Ezt ö, könnyen lehet, mint például a, a, az influenzánál. Uh -huh. Ezt én nem tudom megjósolni. Ugye mindenki itt a biztonságra törekszik, ö, és, és inkább biztonsági játékot ö, folytat inkább megnézzük azt, hogy hogyan alakul az ember, vagy inkább beoltatjuk a harmadikkal, mert azt tuti, és közben lehet vizsgálni azt, hogy amúgy mennyi ideig tart ki az első oltás után, második után az immunmemória, de egyénileg én azt gondolom, hogy ezzel, ez, ezt méregetni, ezen gondolkodni nem, nem, nem érdemes. Uh -huh. Erre tényleg nem tudok úgy válaszolni, hogy hogy hiteltelen is lennék, hogyha azt mondanám fél év, háromnegyed év, mert ezen a területen nem vagyok jártas, ilyen vizsgálatokat én nem végzek, uh -huh. úgyhogy, úgyhogy ezt, ezt meghagynám az ilyen szakembereknek, De. akiknek tényleg ez a, az a területük. De maga a tény, hogy tény, vagy maga a kérdés, hogy a Covid marad, az, az egy realisztikus gondolat? Hát, A Covid-19. Sajnos, COVID -19. sajnos mivel az egész világon elterjedt, így, kö, így könnyen lehet az, hogy, hogy hogy megmarad, de hogyha mindenki be van oltva, akkor lényegében indiferens, hogy velünk van, vagy nincs velünk, mert akkor már... Ö, nem tud komoly megbetegedést okozni. Szóval, hogy, hogy ezért fontos a védelemet, akik és van ez a nyáimmunitás, amire most így gondolkodom, hogy kitérjek, vagy ne térjek Térki, ki. mert egy kérdés volt, a, előzzük meg ezt a kérdést, vagy, egy, vagy, egy, vagy, egy, vagy egy, egy állítással a részedről, vagy egy válaszsal, bocsánat, és utána beszéltünk a nyáimmunitásról. Sok emberben felvetül a kérdés, hogy azok az emberek, akik elkapták a Covid-reagáltak rá valahogy, nyilván minden ember más, de nézzünk egy átlagot. És úgymond leküzdötték a vírust. Ők magasabb védettségi szinten rendelkeznek, mint azok, akik vakcinával vannak beoltva. Az a fura, hogy, hogy nem feltétlenül. Uh -huh. ö Egyszerűen. Ö ennek a me patomechanizmusát, hogy ez minek köszönhető, ezt most így nem tudom megmondani, és utána kell olvasnom, de az is lehet, hogy, hogy attól, hogy az, hogy rengeteg vírus termelődik egyszerre, az immunrendszernek a működését alapjaiban tudja felborítani. Ö, és ezért másfelől azért a vírusnak a, a szaporodás a szerkezete olyan, hogy, hogy őt valahogy kevésbé szereti ö, felismerni az immunrendszer, nehezebben ismeri, mert a tüskefehérje például kötődik a felszínéhez, stb. De ez tényleg már annyira ilyen ö, ö, immunbiológiai kérdés, hogy erre nem tudok válaszolni. De az látszik, hogy, hogy például van egy csomó olyan ember, aki átesett a betegségen, és még sincs megfelelő védelme, és rövid időn belül még egyszer el tudja kapni. Hogy ennek mi a biológiai magyarázata? Az, az nehéz, de könnyen lehet az, hogy például, hogyha nagyon-nagyon nagy stressz alatt kell megtanulnod egy verset, és közben folyamatosan egy lelki stressz van rajtad, akkor akkor nem tudod megtanulni. És Én lehet, hogy ez így is működik, igaz. Hogy, mm -hmm. hogy olyan szinten elárasztja. És ilyenkor tényleg a milliárdos számokban kell gondolni, hogy milliárd számra másolódik a vírus, hogy 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 egy ilyen óriási stresszt okoz. És ez okozhat például olyat, hogy korlátlan mennyiségű vírus van jelen a szervezetben, hogy a szervezet megtámadhatja a saját sejtjeit, és maga a betegség autoimmun folyamatokat indíthat el. És például ez a jó az oltásban, pedig ott pedig ez. ez mérnöki precizitással ki van számolva, hogy mennyi tüskefehérje termelődjön, és nem őríti meg, borítja fel az immunrendszert, mint egy, mint egy súlyos fulminás, az az ilyen nagyon heves megbetegedés. És akkor ezért javasolt például az átesetteknek is beoltatni magukat? Mert ugye... Igen, emlékezteted, meg, 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 magasabb titert érsz el az ellenanyagban. Szóval igazából... Ez, ez, ezt akartam felvezetésnek a nyári hogy hogy akkor, hogy, hogy, akkor az ezért sem jelenthet olyan hát megoldást? A nyájimmunitásról akkor is beszélhetünk, hogyha mindenki be van oltva. Mert a nyáj az azt jelenti, hogy a nyájban ö, olyan távol vannak egymástól a védtelen emberek, hogyha az egyik őjük valahogy megbetegedne, nem tudja átadni a másiknak, mert köztük csak védett emberek vannak. Értem, mert... Szóval olyan, mintha egy mezőn ö, lennének különböző kétszínű, mondjuk ö, virágok. Vagy, virágok, vagy vagy, vagy bármi, ö, pöttyök, és hogyha elég sok itt, ö, rózsaszín pötty van, akik a beoltottak, akkor egy idő után nem lesz egymás mellett két kék pötty. Aha. Mert és ez a nyáimmunitás, ennek minden betegségnél van egy olyan szint, amikor egy betegségnek megáll a terjedése. Vannak olyan betegségek, amiknél 90%-os átoltottság kell, vannak olyan betegségek, amikor már 70-nél megáll, mert kevésbé Akkor erre vannak már példák, vannak amiknél modellek, látják, hogy hogyan működik. Igen, munkat. és itt a koronavírusnál az ugye kidolgozás alatt, mert például a, a brit variánsnál, mivel a sokkal fertőzőképesebb, ott valószínűleg nagyobb átoltottság átoltottsággal lehet elérni a nyáimmunitást. Uh -huh. Világos. Tehát akkor ez azért nem egy rendszer, ami ugye tud működni mindenhol, hanem inkább jobb ugye megelőzni, vagy az előbb mondtad, hogy ugye természetes védelem, de inkább mesterségesen ugye rá, rájátszani erre a dologra az oltással. Igen. Uh -huh. Értem. Ezektől a variánsoktól egyébként mennyire, tehát most ugye hallani a delta variánst, ugye, hogy hogy eléggé durván beindult, ugye látszik külföldön azért már egy pár helyen eléggé um, hogy is mondjam, beszélnek róla egyre többen, egyre, egyre, egyre nagyobb hangsúlya. Ö, mennyire kellett a féljünk? Mert ugye itt Magyarországon ö, a, segít-e az az átoltottsági arány, ami van azon, hogy a delta variáns hogyan fertőz? Illetve nem is az, hogy hogyan fertőz, mert azon nem feltétlenül segít, hanem hogy hogy folyik le. Hát az csak mindenképp, és szerencsére nagyon-nagyon jól elindult nálunk a voltakozás. A igen. És nekem például az esküvöm is ezen volt, hogy meg lesz az 5 millió, vagy nem lesz meg ja, az igen. 5 millió. Tavaly, tavaly már elmaradt az esküvöm, csak a polgári rész volt meg, és azért é, é, bíztam benne, hogy meg lesz. Hála jóistennek meg lett és Látszik, hogy hihetetlenül lecsökkent az új fertőzések aránya. Mm -hmm. Ö, hogyha jön egy virulensebb mutáns, ami jobban tud fertőzni, azért jó lenne, hogyha azok, akik mondjuk kételkednek, azok is beoltatták magukat. Csak az a baj, hogy tényleg most már csak az azok nem oltották be magukat, akik tényleg egy ilyen konteóbuborékban élnek, szerintem. Már elnézést, hogyha valakit megbántottam mm. ezzel, Ö, biztos van olyan, aki másokból gondolkodik rajta, de hogyha ők is beoltatnák magukat, akkor annyira egyszerűbb lenne az élet. És például nem hiába betegségeket tudtunk legyőzni, a fekete hímlő, egy csomó betegség, a járványos gyermekbénulás, amiben gyermekek ezrei betegetek haltak meg évente, nem hiába küzdöttük, tűntek el. Azért tűntek el, mert védőoltásokkal védekezünk. Lehetne mondani, vagy biztosan van olyan elvetemült, hogy hát legyen természetes immunitása a gyereknek, mert, hogy, amit ő természetesnek hív, hogy, hogy essen át a betegség. Én nem tenném ki a gyerekemet egy gyermekbénulásnak például. Észak. hanem oltással, és mindannyian kaptunk oltást, élünk. Észak. Szóval ez inkább egy ilyen, nem is tudom, tényleg egy ilyen, nagyon fura dolog, hogy, hogy félünk egy olyan dologtól, amit azok az emberek fejlesztették fejlesztettek ki, akiknek az a hivatásuk, az olyan esküdtettek le, hogy, hogy az életüket, a mások életét megmentse, védje, szeretnének megvédeni mindenkit, és akkor most bennük kételkedünk. És ez egy nagyon rossz érzés. Orvosként például nagyon rossz megélni azt, hogy, hogy, én tényleg másoknak szeretnék jót, és akkor jönnek ilyen mindenféle oldalak a Facebookon, hogy, hogy az hülyeség, meg én összeesküdtem valakivel, más esküdött össze. Ez egy ilyen... Más dolog, neked, neked, nagyon más ez. Te belülről látod ezt a dolgot, ráadásul ugye benne is vagy, tehát érted is, hogy mi történik. Én a távol álljon tőlem az, hogy állást foglaljak egyéb oldalon, mert én is a nagy részt egyébként hasonlóan gondolkodom a dolgokról, de biztos vagyok benne, hogy ennek nem az az oka, hogy hogy téged ne tartsanak, vagy hogy is mondjam, hogy ez ellen irányuljon. Tehát ennek egy másik oka van. Inkább az e, egészségügyet mondjuk én túl kicsi, én, én egy ember nyilván, vagyok. Nyilván meg, egészségügy, ugye. fogalmazunk egészségügyként, tehát hogy, tehát, hogy, tehát, hogy én nagyon sajnálom, hogy, hogy neked hogy, 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 hogy nek te is az egészség, úgy, ugye, ezt nyilván magára veszi, és rosszul esik nekik, hogy ugye ö, a tényre mondják az emberek, Jóta hogy akarsz és és jót akarsz, és azt mondják, hogy szerintem ez fieség meg így áthúznak, meg simán azt mondják, hogy lehet, hogy te egy kvalifikált ember vagy, aki jogosan beszél a dologról, de mondjuk hazudsz, és így vége a mondatnak ennyi. Nyilvánvaló. Nyilvánvalóan én elhiszem, hogy ez nagyon rosszul esik, és mondom még egyszer nem a másik oldalt akarom ezzel erősíteni, vagy az ördögügyvédjét játszani, de biztos vagyok benne, hogy nem az az oka hogy, ne, hogy, hogy az egészségügyre nyomást gyakoroljanak, vagy rossz legyen, hanem egész egyszerűen edukációs dolog, vagy valami, vagy valami túlságos tényleg félelem attól, hogy, hogy, hogy döntésképtelenség, stb. Tehát én mondom, megértem, és nagyon sajnálom, hogy, hogy azokra az emberekre, akik próbálnak segíteni, ez ekkora nyomást helyez, mert amúgy meg sem akar, meg kérdeztem tőle, hogy téged bosszant ez a dolog, nyilván bosszant, tehát ez a leghülyebb kérdés a világon. Nem is, nem is, a bosszant a legjobb szó talán, hanem, hanem ilyen nem, nem bosszant, mert nem bosszus, hanem inkább elszomorít. Olyan-olyan uh -huh. olyan rossz érzés, hogy. hogy próbálsz dolgozni, meg tényleg nekem az a nyolc hónap az arról szólt, hogy minden nap bementem, felvettem a védőruhát, viziteltem, felvettem a beteget, gyógyszereltem, volt, hogy újraélesztettem, és, 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 ott fizikailag küzdesz azon, hogy az, ember, az, az ember visszatérjen az életbe, és, és akkor utána olvasom az interneten, hogy, hogy nem tudom, az orvosok összeesküdtek. Hát ne, nekem az a nyolc hónap, az, az tényleg olyan szinten, ez ilyen borzasztó nehéz időszak volt, hogy hogy, hogy ö, hogy egész éjszaka fent lenni, folyamatosan stresszelni, hazamenni, és nem tudom, hogy mi történt a beteggel, ezért otthonról is megnézem, hogy jól van-e a beteg, akit felvettem, mik a leletei, hogy, hogy, hogy egy nagyon-nagyon lelkileg, egy nagyon nehéz időszak volt. És, és, és amikor, amikor veszíted el a betegeket, és akkor a, a, egy idő után tényleg a harmadik hullámban nagyon sok beteg volt, aki, aki annyira súlyos volt, hogy intenzív osztályra került, vagy esetleg meghalt, és akkor gondolkodsz rajta, hogy, hogy mit tudtál volna másképp tenni. És, és, és akkor összeülünk, vagy megvárjuk a váltást, mert ugye a műszakváltásnál együtt beszéltük meg a dolgokat, vagy, hogy mit tehetünk van, és hiába jössz rá, hogy nem tudtál más tenni akkor is bánt a dolog, hogy, hogy elveszítetted azt a, azt a beteget, és, 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 meghalt. És utána, utána jön az, hogy, hogy éjszaka felriadsz arra, hogy, hogy, hogy álmodban újraélesztesz. És, és, és ez, ez, így, ez, így, ez így iszonyat euh, nehéz. Hogy, hogy, nekem például egy, egy, egy kollégám mondta először, ő intenzíven dolgozott, mm -hmm. intubált, nagyon súlyos állapotú covidosokkal, ő mondta először azt, hogy éjszaka felriad, mert láttam rajta, hogy, 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 nagyon nyúzott, mert ilyen, ilyen, ilyen tényleg ilyen szörnyű, fáradt kinézet volt, és kérdeztem, hogy, hogy, nagyon rosszul nézel ki, hogy, 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 hogy alszol eleget, vagy, 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 hogy, hogy műszakolsz, azt mondja, hogy, hogy próbál aludni, de nem tud, mert felriad. És aztán egyszer csak így egy, egy hónappal később talán igen, körülbelül annyival később jött el nálam az a pont, hogy éjszaka felriadtam arra, és, és akkor megpróbálsz visszaaludni, de már nem úgy alszol vissza, és, és folyamatosan ezen jár az agyad, ez, ez így lelkileg nagyon-nagyon-nagyon megterhelt. És mondjuk én szerencsés vagyok olyan szempontból, hogy, hogy a feleségem nagyon támogatott végig ebben az időszakban, meg tudtam vele beszélni ezekről. Édesanyám orvos, ő, ő is meg tudta érteni, hogy, hogy mind megyek át, amikor mondjuk egy beteget elveszítettem. Uh, szóval ez önmagában nagyon nehéz volt, és hogyha az ember ehhez hozzáolvassa azt, hogy, hogy mondjuk ilyen mindenféle konteósok azt állítják, hogy mi, mi igazából uh, kitaláltuk, vagy hasonló, akkor az egy ilyen meghasadás érzés dolgoz, hogy, 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 hát de itt vannak a betegek, idő, és akkor ő meg ezt mondja, hogy. Ez így, ez, így, ez, így, ez így, nehéz volt, és nem szeretnék negyedik hullámot, mert, mert nem. Megértem, és bolsztóan sajnálom, hogy, 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 ez, tehát ez így értiteket, mert ezt a kívülálló emberek nem látják át. É Ugyanúgy, ahogy tudod, ahogy, ha mondjuk valaki nem találkozott fertőzött emberrel, akkor mondhatja azt is, hogy ö, nem létezik, vagy aki még nem látott soha havat, az azt mondja, hogy az csak egy kitaláció. Ö, emiatt nagyon sajnálom, hogy ö, hogy nincs, nincs benne a köztudatba az, hogy, hogy a ti oldalatokról hogy néz ki ez a helyzet. Vagy ha ott is van, valami miatt nem találják meg az emberek, vagy szándékosan figyelmen kívül hagyják, stb. Ö, mondom, én magam is, tudod, rosszul érzem magam miatt, hogy, hogy, hogy bizonyos szinteken kialakult ugye a társadalomban egy, egy, nagyon komoly túlzó ellenállás ugye ezzel a dologgal kapcsolatban, és és, és mondom, kezelni is igazából tudom, ezért is van az, hogy ugye az emberek mondják, hogy sosem volt még ennyire megosztott a világ, stb. Több mint valószínűleg ezért is vált ki olyan komoly indulatokat az emberekből, amikor azt kérdezik, tudod, hogy miért miért olyan indulatosak az emberek ezzel a témával kapcsolatban, miért foglalnak olyan komoly álláspontokat, mikor ez egy világügy, igazából nem kellene megosztatnak lennünk, stb. Pont az eltérő látásmódok azok, amik tudod, soha nem tudja az ember, kivel beszél aki melyik oldalát látja. Igen, meg, meg talán az, hogy, hogy euh, euh, ez egy olyan Elület, vagy kérdés, ahol ki tudja ventilálni mondjuk az egyéb feszültségeit, akár az, hogy a magánéletében milyen nehézségek, munkahelyi nehézségek, Igen. és hogyha vitába keveredsz valakivel, akkor akkor abban sokszor benne vannak az a vita témájától teljesen eltérő indulatok, Igen. amik összegyűltek, és ezen keresztül tudnak ventilálni. és és hát nagyon sajnálom, hogy, hogy, hogy pont egy ilyen kérdés, amiben amúgy meg a tudományos világ teljesen egységes, és próbál kommunikálni és elmondani, pont ez szüli ezeket a vitákat, de valamilyen szinten megértem, és tényleg úgy gondolom, hogy én olyan szempontból szerencsés helyzetben vagyok, hogy értem a biológiai folyamatokat, hiszen évekig ezt tanultam az alapjaitól, és, és így sokkal könnyebb megérteni, mint a mint annak aki mondjuk teljesen más területen dolgozik és hogyha valami informatikai megoldás vagy programozási dolgot kéne megértenem vagy ott tennének fel egy kérdést ott viszont valószínűleg teljesen laikus lennék, és, és így gondolkodnék, hogy fú, hát ez most hogy van? Mivel az informatika, vagy a processzoroknak a működése nem érinti annyira az ember életét, mint mondjuk egy új betegség, ezért a betegség sokkal könnyebben kivált vita témát, sokkal Persze. könnyebben ad táptalajt a beszélgetésekre, vitákra, egymás szidására akár, mert mindenkinek a saját egészségéről van szó. Egyébként a magá... Az egészségről és az ezzel kapcsolatban kialakult félelemekről ö, egy jó téma az, amit ugye említettél az előbb, hogy nekem például a körülöttem lévő emberek közül a leggyakrabban, mint ö, nem is igazából ellenérv, csak ö, a leggyakoribb vélemény, ami, ami miatt távol marad valaki az oltástól, az a, az a gyermektervezés. Tehát ezt hallom a legtöbbször így magam körül. Nyilván ez a korosztályomból is adódik, hogy sokan ilyenkor terveznek gyereket, mi is ugye majdnem egy idősek vagyunk, hogy ezt hallom a legtöbbször, ugye nyilván a laikus rétektől, hogy, hogy amíg próbálkoznak, addig nem, meg mit ezek, ezzel kapcsolatban tudsz egyébként infót adni, hogy itt mi a megfelelő gondolatmenet? Hát, persze, én, én úgy gondolom, hogy nem akkor szeretnék egy betegségen átesni, vagy, már hát ez most nem egészen jó, szóval nem szeretném, hogy a feleségem akkor essen át egy betegségen, amikor ő terhes, mert ugye én nem lehetek igen, terhes. Igen. Én nem tenném ki ennek a veszélynek, főleg ezekkel az ismert szövődményekkel, mint az óriási vérröképződési arány, ami, ami a betegség során fennáll. Én nem merném a feleségemet kitenni egy ilyen betegségnek, ezért is, amint elérhető volt számára is az oltás, azonnal oltakozott ő is, és én azt gondolom, hogy aki babát tervez, hát minél hamarabb oltassa be magát, mert akkor nem tud súlyos betegség kialakulni benne, amikor éppen terhes, és amikor terhes az ember, akkor megváltozik a hormonrendszer, a véralvadási rendszer megváltozik, és, és azt hiszem az amerikaiak írták le, hogy terhes nőknél ö sokkal nagyobb a, a, a betegség esetén a vetélésnek, vagy a vérzéses szövődményeknek, a vérrögös szövődményeknek az esélye. Úgy hogyha, hogy, hogyha védtelenül ász, Hogyha mert... vételenül kapja el a betegséget. Úgyhogy pont ezért, hogyha valaki babát tervez, akkor annak érdemes minél hamarabb beoltatnia magát, és nyugodtan belemenni a, a, a babavárásba. Uh -huh. Sőt, olyanokat is hallottam, hogy a, az ellenanyag majd akkor megtámadja a placentát, vagyis a méhlepényt, mert hogy hasonlott a a fehérék szerkezete, de hát ez is egy teljesen alaptalan dolog, szóval aki ezt elkezdte terjeszteni, az sem nézett utána, hogy pontosan a fehéréknek milyen különbségei vannak, mert a fehérének van elsődleges, másodlagos, harmadlagos, sőt, negyedleges szerkezetről is lehet beszélni, mert egyfelől milyen aminosokból áll, azok hogyan, milyen formációt alkotnak, és annak van még egy formációja, hogy a hosszú fehérének hogy néz ki, és még azon kívül milyen kötődési helyek vannak rajta. Szóval egy nagyon bonyolult biológiai, genetikai kérdés. Igen, csak úgy megfelelő szakterületet mondjak. És, 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 és nem értenek hozzá. Miközben nincs ilyen átfedés. És nekünk is a baráti körben van olyan, hogy ami, tudom, hogy ez egy olyan téma, amiben az érzelmek elengedhetetlenek. Van a baráti körben olyan, aki terhesség alatt oltakozott, tök egészséges gyerekük született. Volt, aki oltakozott, két héttel később esett körülbelül teherbe, hogyha megnézzük tök egészségesen fejlődik a baba, mm. mert volt ez is, hogy meddőséget okoz. Igen, meg voltak, tehát ugye mindig negatív példák mindig lesznek. Szóval az elején ugye nem oltottunk terheseket, Miért nem oltottuk? Mert nem nem azért, mert bármi veszélye lenne, hanem egyszerűen még azok a sztenderdek és az a, az a megfelelő minta nem állt fent, bár látszott az adatokból, hogy biztonságos számukra is az oltás, de vannak olyan kritériumok, hogy bizonyos számú terhesnőt meg kell nézni, és, és, és amikor meglett, akkor már le tudták közölni, hogy számukra is igen, ahogy vártuk, ahogy az állatkísérletnél is mutatkozott, ahogy utána mutatkozott, biztonságos. De a tudomány, ezzel kezdtük ugye a beszélgetést, csak akkor jelenthet ki Bilangos. valamit, amikor az kritériumokat teljesített az a dolog. Uh -huh. És az Amerikában találkozott éveseket is oltják. Tényleg? Igen. Nem is hallottam ezt a részét. Hogy gyerekeknél nagyon érdekes, a többségüknek teljesen tünetmentes a COVID-ja, és e tud lenni tünetmentes, tud lenni a COVID-ja, de vannak, akik ezek közül egy nagyon hirtelen autoimmun összeomlás összeomlást produkálnak. Gyerek ami szteroidra jól reagál? Aha. Ha. Ezt megfigyelték gyerekeknél, még a genetika jogát keresik. Uh -huh. Úgyhogy úgy, gyerekeknél ezért. Ugye az immunrendszer is akkor fejlődik gyerekkorban, és, és megzavarhatja az immunrendszert a, a betegség. És azért, mint ahogy a többi gyerekkori oltást, érdemes ezt is beadni. Szóval ne tegyük már ki magunkat plusz rizikónak, hogyha nem muszáj. Ez olyan, mint a biztonsági öv, nem tudom, emlékszel el, amikor szerintem mi gyerekek voltunk, akkor vezették be a kötelező biztonsági övet, és egy csomóan tiltakoztak ellene, igen. meg elmondták, hogy be akarják láncolni meg az embereket. a kocsiba, tőle. lehet minden. És, és hát azóta meg valahogy mindenki belátta, hogy, hogy a biztonsági öv az tényleg életet ment, és hogy az ember nem repül ki a kocsiba, akkor sokkal nagyobb eséllyel éli túl. És mondjuk lehet, hogy egy balesetnél megzúzódik a, a válla, vagy a kulcsöntje eltörik, de még mindig jobb, mint ha meghalna. Abban az időben is ilyen rémképekkel próbálták az embereket, bizonyos helyeken, akkor még nem volt annyira nagyon internet, itthon legalábbis, mutogatni, hogy micsoda zúzódásokat, meg tudod, lila-fekete foltokat okozott az öv egy ugye? az ember. Ami ugye nem lett volna annyira súlyos, csak azt nem mutatják, hogyha mondjuk egy kicsit gyorsabban mennek, akkor. És nincs bekötve, akkor, ak történik? akkor mi történik. Igen. Engem nagyon ö, meg, ö, megdöbbentett például, amikor a hát, négy hete körülbelül a feleségem az autópályán mentünk, és ilyen óriási lezárás volt, és annyit láttunk, hogy egy nő fekszik a földön, és kiderült utólag, hogy ez egy tíz éves lány volt, és meghalt a balesetben. Oh. És, és, és azért halt meg, mert nem volt bekötve, és kirepült az többi. Hát urol, vagy? Azt hiszem, meg. igen, hát amennyit el, ugye a, a, a híradásban meg a rendőrségnek az oldán látni lehetett, vagy el lehetett olvasni, és a többiek meg enyhe sérülésekkel megúzták. Szóval, hogy, hogy itt tényleg ilyen kérdésről van szó, szóval, hogy lehet, hogy hőemelkedésünk lesz, lázunk lesz, kicsit rosszul érezzük munkatoltás után, mert az immunrendszer beindul, de nem halunk meg benne. Ennyire egyszerű. És az általánossá válik, csak ugye a konteók sokkal hamarabb jönnek be, meg sokkal erősebben robbannak be, mint ahogy mint ahogy azok ok azokkal szemben tájékoztatni lehet az embereket. Ugye az elején volt, hogy az mindenki azt mondták, hogy mindenki meghal. Hát látjuk, nem halt meg. Aztán jött az, hogy, hogy a komedőséget az látjuk, hogy születnek a gyerekek. Szóval, hogy folyamatosan dőlnek meg ezek a légből kapott konteuk, csak sajnos egy csomó ember kockáztatja az életét. Az az igazság, tudod, hogy nagyon nehéz. Ez ellen szinte lehetetlen küzdeni. Én ezért próbálom, tudod, így legalábbis saját magamnak egy kicsit figyelmen kívül hagyni, on, attól függetlenül, hogy tényleg nagyon veszélyes játék ez a konteógyártás, főleg egy ilyen szituációban. De nem tudom egyszerűen követni, tudod, már ezt a dolgot, mert, mert néha úgy érzem, hogy, ne, hogy elmegy teljesen az eszem tudod, ezekről a dolgokról. Tehát, hogy ahogy elkezdődik egy beszélgetés, tudod, amikor álljon a pont, hogy megkérdezem, tehát, hogy szerinted az oltás jó dolog, és azt mondod, hogy igen, akkor van egy, van egy, van egy társadalmi réteg, aki azt mondja, hogy ez is hülye, és így kész, ki a szobából. Vége. Mert egyszerűen valakinek akkor van igaza, hogyha azt gondolja, amit én. Hát teljesen ki Nem tudom, miben gyökerezik ez a ki hogy én tévedek érzés. Nem tudom. Főleg, hogy egy olyan témakörről van szó, ami ugye egy egy elég komoly előfeltételt igényel, hogy arról úgymond érdemben beszélni tudják. Hát, Na mindegy. Igen, nem, nem tudom, szóval, hogy hogy például, hogyha az autónak valami problémája van, én elviszem egy szervizbe, ahol szakemberek dolgoznak, annak a márkának a szakemberei, és én nem nyúlok bele, mert én bízom az ő tudásukban, mert nekik ez a szakterületük, én aztán nem értek hozzá. És az egészségünkkel kapcsolatban vannak olyan emberek, akik egész életükben ezt tanulják, hogy hogyan működik az emberi szervezet, specializálódnak, és ez a szakterületük. Szóval, hogy ha a, nem tudom, a, a telefonunkat, meg az autónkat nem kezdjük el otthon bütykölni, akkor az egészségünket se próbáljuk meg otthon bütykölni, meg, meg minden, hanem inkább kérdezzünk meg egy szakembert, és próbáljunk megbízni a szakembereknek a véleményében. Ez így jó is, hogy erre felé a beszélgetést, mert uh, egyik érdekes téma még így mára, hogy ez a sufni uh, gyógymód, stb., ami nyilván nem azért alakul ki, mert csak úgy hozzáférhetünk bármilyen uh, gyógyszerhez, csak ugye az ember hallja mindenféle intentes műsorban, meg olvassa, stb. ezeket az alternatív uh, nem is alternatívnak mondanám, mert nem alternatív, hanem kevésbé populáris vagy kevésbé ismert ö, ö, gyógyszeres kezeléseket, amit alkalmaznak már megfertőződött embereknél. Gondolok itt például ugye magára az Ivermectinre, akár vagy akár ugye, amiről beszélgettünk a podcast előtt, ugye ez a Monoclonal Antibody, ugye ja, maga a nak ez a terméke. Test, Ezeket, ezekről, a, ezekről a dolgokról ugye hall az ember, és aztán ugye mondják ugye, hogy igen, Ivermectin, stb., és akkor ugye, amikor én is például azok között voltam, akik felszólaltak egy mondat erejéig, hogy igenis nem tartom fernek azt, hogy nagyon sok celeb ugye azt mondja, hogy őt ezzel kezelték, és attól jobban lett. És ugye azt mondják az emberek, hogy mert eset tudod, miről beszélsz, hát az nem az állat, nem a lóféregtelenítő Ivermectin, hanem ugye ez egy embereknek való ö, verzióval lett kezelve az ember. És összik, hogy én ezt ugye nem tudom. Pedig én csak arra hívom fel a figyelmet, hogy az a baj, ezt az emberek nem tudják. Hogy az, amikor valaki Amerikában elmegy, és mit tudom én, a, a, a nem tudom én hány ezer dollárba kerülő orvos azt mondja neki, hogy ő kezeli ezzel a gyógyszerrel, az nem azt jelenti, hogy többi ember hozzáfér ehhez. Mert nem fog, van, van, egy, van egy nagy része a aki nem tud hozzáférni ahhoz a fajta vermegtéhez, mondjuk csak az, hogy bemegy az állatboltba, és akkor megveszi a lóféregtelenítőt, mert rosszul tájékozott. Igen, próbálom kitalálni, hogy pontosan mire irányult a kérdés. A kérdés arra irányult, hogy, hogy... Van -e erre jelenleg itt Magyarországon precedens, hogy mondjuk ti valamelyikkel dolgoztok? Egyébként, ami ugye külföldön kuriózónak számít, vagy megosztja az embereket, itthon meg csak halljuk, hogy mi történik. Az ivermectin kapcsolatban ugye ott, ott ö, vizsgálták, mert felmerült az, hogy tudja az immunrendszernek a működését úgy módosítani, hogy, hogy, hogy az pozitívabb kimenetelű legyen a megbetegedés, de a jelenlegi review-k és összefoglalók alapján, a kutatások alapján, én úgy tudom, hogy végül nem bizonyult hatékonynak. De ha például a monoklonál antibody, ami tényleg olyan antitest, ami a koronavírus ellen a koronavírust megjelöl is, és ezáltal hatástalanítja, az például Magyarországon is elérhető volt, amikor már volt. De például volt a remdesivir, a favipiravir, szóval ezek nem ilyen nyugati típusú gyógyszerek, amik Magyarországon nincsenek, ezt Magyarországon szágon is a kórházakban alkalmazták, de a megfelelő dózisban, a megfelelő indikációban, mert ezeknek azért szigorú indikációi vannak. Ezek például a favipiravir, remdezivir, azok olyan gyógyszerek, amelyek a vírusnak a replikálódását, a másolását gátolják meg. Uh -huh. a, az antibody, az pedig közvetlenül a vírust jelöli meg, és a, azt hatástalanítja. Ugye ez Trumpnál volt. Igen, igen elkapta. Trumpot kezelték ezzel, ugye azért láttuk azt, hogy ugye egy annyira idős, ugye diétás korán és mcdonalds élő ember is ugye nagyon gyorsan ö, túlesett. Hát az amerikai elnöknek ugye azonnal ö, megkapja azt a kezelést, ami éppenséggel elérhető, és amiről tudják, hogy biztonságos, de hogy ugye, ö, de közben már Magyarországon is elkezdtek ilyen szereket alkalmazni, csak hogy erről most így, így nem tudom, hogy miért hiszik azt, hogy mondjuk ez, ez nem tudom, nem volt elérhető. Így. Például ugye, de az fontos, hogy például a, a, a Antibody is csak egy bizonyos szakaszban hatékony, Aha. amikor a vírus szaporodási fázisa van, mert utána már nem a vírus szaporodása, hanem a sejtpusztulásból adódó gyulladásos folyamat dominál, és akkor már gyulladás csökkentőket, e, kortikoszteroidokat, azok olyan e, szteroidok, amelyek a gyulladást csökkentik, annak az lezajlását, különböző immunmoduláns terápiákat adtak a magyar intenzív e, osztálykon tartott erről talán a, a több előadást is az infektológiai országos infektológiai. mindjárt mondom, most megkoltam egy kicsit. Szóval a László Kórháznak az infektológia osztályának a vezetője tartott elő erről nagyon sok előadást, hogy milyen terápiák léteznek és miket alkalmaznak, de megvan, hogy melyik terápiát mikor érdemes alkalmazni. És amikor a vírus a nagyon kezdeti fázisban például monoklanál antibody hatásos lehet, de utána nem, nem tud már hatásos lenni, mert más folyamatok dominálnak. És, és, ez, és amikor a laikusok próbálják kitalálni, hogy akkor most beszedek ezt, vagy akkor tudnék venni azt, Szerencsére Magyarországon azért ezekhez a gyógyszerekhez nem lehet csak úgy hozzáférni, uh -huh. akkor nagyon nagy kockázatnak teszi ki magát, mert mert ugye mi a kórházban egy csomó vérvizsgálatot, gyulladásos markereket nézünk, különböző laborparamétereket, tüdő CT képet, röntgenképet, oxigén szaturációt, rengeteg adat alapján próbál az orvos egy megfelelő terápiás döntést hozni, ami ugye egy laikusnál nincs meg. Én sem tudom eldönteni, hogyha nem tudom, elromlik valami nagyon speciális eszközöm, technikai eszközöm, akkor most még részben nyúljak bele, hogyan, mert ez az emberi szervezet nagyon finom egyensúly. És ö, én az intenzív terápiás ellátásban nem szeretnék belemenni, mert ugye én nem dolgoztam COVID-intenzív osztályon. Ez világos, ö, ezt mondod is. De én arra hívnám fel a figyelmet, hogy, hogy tényleg azt, amihez a szakemberek ne kell érteni, azt hagyjuk meg nekik, mert ők, én ők ezeket a vizsgálják. Ezek, az, az, ilyen jellegű ö, kommunikációra, én is csak a felelősséget próbáltam meg ugye felhívni a figyelmet, hogy nem az a baj, hogy nem létezik, meg ez egy, nem egy valid dolog, mert ugye nagyon régóta, az Ivermectin iszonyatosan régóta jelen van. De például az Ivermectinnek teljesen más az indikáció, és én senkinek nem merném ajánlani, hogy ő, ő használjon mert, mert, mert vizsgálták nagyon szabályozott körülmények között, és például én Ivár meg nem is, nem is dolgoztam, úgyhogy nem is tudok véleményt alkotni, meg nem vagyok olyan tájékozott a témában, orvosként sem, hogy erről például most egy megfelelő véleményt tudjak alkotni. De, de, azért, ezért is van olyan státuszban az a gyógyszer, és egyébként maga a monoklonal antibody is, amit ugye a Regeneron csinál, is olyan státuszban van jelenleg, mint a vakcina, tehát hogy ilyen vészhelyzeti engedélyel rendelkezik, ha jól tudom legalábbis Ezt kint. Nem tudom, mert ez a kinti gyári név, és... Ne, igen, nem, tudom, igen. Nem itthon tudom, itthon hogy ugyanazt használjuk olyan. csak egy másik gyártótól, mint olyan, csak ez is egy érdekes információ, de nagyon jó jól mondtad, hogy nem tudod, hogy, hogy miért kérdés az embereknek, hogy jó -e vagy nem, pont azért, amit elmondtál. Azért, mert te elmondod azt, hogy hogy bizonyos fázisában a megbetegedésnek, a szaporodási fázisban ez hatékony. És mondjuk a Trumpot elkapták abba a fázisba, és tök jól működött Igen. nála, meg egy másik celebnél, meg egy másik celebnél. De az átlagember nem ezt hallja, és ezt most én mondom neked, mint orvosnak, az átlagember azt hallja, hogy basszus, van egy cucc, ami működik. Úgy működik, hogy így kiszeri Trumpot a cuccból, pedig a csávó olyan szinten van egészségügyileg, hogy az valami borzalmas. Akkor miért nem azt mindenki? És ugye egyből ez a kérdés fogalmazódik meg, és erre tudsz válaszolni. Ez a, ezért kérdés. Ezért merül fel kérdésként, mert ugye én is, mint laikus, azt mondom, hogy ennyit hallok, hogy van egy cucc, ami működik. Mindenki azt mondja, hogy két nap alatt túlesett, és még csak rosszul se volt. Hogy akkor miért nem használjuk ezt? És végre kaptam, hogy használjuk Magyarországon de, is. De Magyarországon is használjuk, kis használjuk, kis a, Magyarországon is pedet, használjuk csak nem mindegy mikor. Így van. Látod, ja. ennyi a palástolt és a, a kulcsokon benézős információk közötti különbség. Hogy ugye azt gondolják az emberek, hogy tehát úgy lett bemutatva a Regeneronnak a Monaclon antibody -a Amerikában, mintha létezne egy gyógyszer, amihez csak az elnöknek van hozzáférése. Ha én megkérdezlek téged, akkor azt mondod, hogy ez egy ugyanolyan gyógymód, amit Magyarországon is használ, csak nem mindig működik. Közönös indikáció. Két hét után bejön tünetesen a páciens, akkor már hiába adjuk neki, lehet hogy az amerikai elnök is, mert már nem abban a fázisban van a betegség. Na, és hogy ugyanarról már... a dologról beszélünk Igen. mind a ketten. Érdekes, nem? hogy, és akkor azt kérdezik, hogy hol van a gond, meg mi osztja meg a társadalmat. Hát valójában az, hogy ugye ne, nem, jó a, nem jó kommunikációról, vagy így van, így van közöl De a megnézed a, a, megnézed a TikTok videót, ahol a lefagyott kezű uh, férfi van, és azt foglalkoztam, rengetegen alkottok úgy véleményt, hogy viaszban van már, meg szurokban, meg, hm. meg, le van festve, anélkül, hogy utána néztek miközben, ott volt a kattintható link, ahol, ahol rákattintva megnézhették volna a többi videóját, és informálódhattak volna. De vannak olyan emberek, akiknek megadod a lehetőséget az informálódásra, mégsem informálódnak, és enélkül alkotnak véleményt. És utána hangoztatják, és mondjuk megtévesztenek olyanokat, akik mondjuk kevésbé tájékozottak, vagy akik, vagy akik esetleg az ő tájékoztatásukat hiteles forrásként fogják fel. Igen, ez a veszélyes részt a dolognak egyébként. Most így következmény szinten, vagy a jelenlegi állás szerint láttam azt, hogy most már nyitnak az országok úgy nagyjából. Most Amerikáról is jött a hír, ugye, hogy az oltattak számára a Európai Unióból és a, a, ugye a uk ből fognak fogadni. Igen, ezt szóval öm, én is. Igazából a véleményedet akartam megkérdezni arról, hogy erre az egész öm, öm, ugye vakcina vízum, vagy nem tudom, hogy mondjam, tehát maga a az, hogy a vakcina útlevél, hogy oltáshoz van kötve uh, a beutazás egy országba. Ha én, mint laikus, azt mondom neked, hogy na várjál, tehát azt mondod te, hogy elkaphatja az oltást, egy be, vagy a vírust egy beoltott ember. Terjeszteni tudja a vírust egy beoltott ember, kevesebb eséllyel, ezt elmondtad, de mondom én, mint laikus. Igen. akkor mi értelme van megkülönböztetni, hogyha te, mint ország, védeni akarod úgymond a sajátjaidat, akkor beengeded azt az oltattat, aki ugyanúgy terjeszteni tudja a vírust, aki máshonnan jön. Hogy ebben milyen, te, te hogy látod ennek a logikai ö, kapcsolatát? Azzal támasztod alá, hogy fertőzhet egy oltatt ember, de nem annyira, mint egy, mint egy oltatlan? Vagy egy megbetegedett már? Hát itt gyakorlati, itt az a kérdés, hogy gyakorlati vagy elméleti lehetőségekről beszélünk. Uh -huh. Például, hát most már nem hoztam egy példát, de lehet, hogy ezt elmondom, hogy, hogy például ennyi erővel a vízivást is meg lehetne tiltani, mert hogy félrenyelhetsz. Igen, nem. igen. Szóval, hogy az elméleti lehetőség megvan arra, és ez mondjuk nem a legjobb példa, amit mondtam, de hogy egy kicsit felvetítsem, hogy mondjuk egy oltott szeménél az, hogy ő vírushordozó legyen és terjesszen vírust, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon elhanyagolható. Ezt azért mondod, amit elmondtál, hogy ugye maga ez a szaporodási folyamat, ugye ez egy, egy, egy bizonyos szinten el lesz, elkapja meg ugye ezt a... vizsgálják az oltásoknál, amikor megnézik, hogy hatékony-e. Hogy szóval, megakadályozza hogy, a tovább. Hogy, megakadályozza, vagy megnézik, hogy hányan fertőződnek meg. Szóval, hogy, hogy annyira pici az esély, hogy, hogy ugye, hogyha egy oltott egy oltottal találkozik, és a véletlen az oltottban valamilyen okból kifolyólag mégis van vírus, már a másik oltott nem tudják kapni. És ugye az, az, hogy beutazhatnak ö, oltottak, az nem jelenti azt, hogy ott nem kell figyelembe venni az ottani járványügyi intézkedéseket. Szóval beutazhatnak, de ugyanúgy figyelniük kell, és a szabályokat öm... betartani, mint, a, mint mondjuk az amerikaiaknál az adott öm... államban jellemző. Bocsás, mert csak pont ma olvastam, hogy ugye, oké, okay, van, aki lehozta, hogy az USA engedi a Unióból és a uk ből beutazni tesztel és contact el. Tehát Ugyanúgy, Na, ugyanúgy szóval, figyelik az is. Csak hogy ha valaki nem tudja terjeszteni, nagyon-nagyon-nagyon pici esély van rá, akkor, akkor ő hadd mozoghasson már szabadon. Uh -huh, értelek. De azért akartam megkérdezni, mert ez is egy a nézői oldalról volt egy, egy kérdés, hogy ugye, mint, mint a laikus oldalról, ugye, hogyha megvan a lehetőség, akkor miért értelme van, stb. De így értelek, tehát hogy jó a kisebb. Hozok egy jobb példát. Biztos, hogy van olyan, akinek ö, ö, van jogosítványa, de nem tud jól vezetni. Igen. És lehet, hogy van olyan, akinek nincs jogosítványa, de tud jól vezetni. Uh -huh. Mégis jogosítványhoz kötjük a, a vezetést, uh, igen. mert a a rendelkezők közül szignifikánsan sokkal többen tudnak vezetni, mint azok, akiknek nincs jogosítványuk. Igen, ezt nehéz fértetni. Igen. Értem, értem. Ez, ez, ez volt igazából a, a közönség oldalról az utolsó olyan kérdés, amit mindenképpen ö, érinteni szerettem volna a témával a kapcsolatban, meg ugye nyilván ö, ö, nekünk is rengeteg sok ö, kérdésünk vetült fel, és a rólunk kialakult vélemény a vírussal kapcsolatban is tudod, amiatt, hogy műsorban szereplünk az interneten, ahogy nekünk is tudod az elmúlt másfél évben így, alkalmazkodva az, elérhető információkhoz, meg magához, a tényhez, hogy nem vagyunk orvosok egyikünk se. Nekünk is ugye formálódik a véleményünk ezzel a dologgal kapcsolatban, illetve kérdéseket teszünk fel, és mert minden nap van vírus, vírus, kezdett megőrülni, minden nap van műsor, ez így elég látványos, ezért rólunk is tőled gondolnak dolgokat, stb olyan szinten, hogy mi nekünk is ugye forgatjuk a köpönyeget a megfelelő oldalra, meg stb., és pont emiatt uh, szerettük volna, hogyha hogyha eljössz, és beszélünk ezekről a dolgokról. Legalább annyiban, hogy a, ugye a saját bizonytalanságaimat is egy kicsit helyre tudjam tenni. Um, hogy látod egyébként, uh, milyen uh, mi, mi a, véleményed a negyedik hullámról, illetve az év hátra lévő részéről? Hú, én jósolni nem mernék. Nem, 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 <tnak> nem, 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 nem. semmiképp se jósolj, csak latolgassunk esélyeket. A, 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 annak szerinted esélye, hogy visszakerülünk egy mondjuk egy ilyen harmadik hullám beli állapotba, tekintve, hogy azóta ugye az oltatság, ahogyan a többi, arra, arra látsz esélyt, hogy annyira súlyos Állapodnak kerülünk? Arra, hogy mint a harmadik hullám olyanba kerüljön, én nagyon-nagyon elhanyagolható esélyt látok. Hmm. Lehetnek olyan tényezők is, Hát ott megint az, hogy, hogy, tudom, hogy milyen információknak nem vagyok birtokában, és ezért miért, miért nem alkothatok, vagy mondhatok olyat, ami, amit esetleg tényként kezelnek. Például nem tudom, hogy közben nem fejlődik ki egy olyan törzs, ami még ennél is durvább és feltőzőképesek. Szóval amikor van. egy ilyen kérdés van, ugye ezt kell mérlegelni. Én úgy gondolom, hogy nagyon jól állunk átoltottságban, mm -hmm. és, és ennek köszönhetően Tényleg sokkal jobban vágunk neki az őszi időszaknak, mint mondjuk a, a, a tavaly ősszel és én úgy gondolom, vagy remélem, hogy, hogy, hogy könnyebben megúszunk. De tényleg nem tudok véleményt, a, vagy, vagy, vagy ebben Azt jósolni. Azt sem akarom, hogy találgass, szóval én, én, bízom benne, meg, hogy, meg az egyértelmű. Szóval én ezt tényként kezelem elolvasni a tudományos publikációkat, a, a szakembereknek, a valódi szakembereknek az álláspontját, hogy akik be vannak oltva, azok lényegében védettek. És minél többen vagyunk beoltva, annál nagyobb az esély, hogy, hogy, hogy térni a normális életünkhöz. Az, hogy most, most tényleg hogy alakul az ősz, én úgy gondolom, hogy sokkal jobb lesz, sokkal élhetőbb lesz, és, és, és nem lesz olyan durva, meg, meg én nem számítok ilyen nagyon óriási vírus csúcsra, vagy, vagy mi ez megbetegedés csúcsra, akik nincsenek beoltva, azoknak viszont továbbra is megvan az esélyük, hogy elkapják a betegséget. Szóval, mm. hogy, hogy náluk viszont terjedni fog, mert, mert, mert nincs ellenanyaguk, nem, nem védettek ennyi. Szóval, hogy ennyire tudok jósolni. Én abban bízom, hogy sokkal jobb őszünk lesz. Én annak nagyon hálás vagyok, hogy beszélgethettem veletek, meg így jó pár év után így újra találkozhattunk, meg igyekeztem tényleg megválaszolni a kérdéseket, hogyha körülményes voltam egy kicsit, akkor meg elnézés, mert nem vagy körülményes. nehéz így, így igen nemet mondani, mert azt meg kell magyarázni, mert nem olyan oh, mondtam neked a műsor előtt is, hogy ilyesmi ne érezd magad uh, rosszul, mert mondom, egy kapitális hülyével beszélgetsz, szóval mindig, mindig <laughs> vagy feljebb is. leszel. Tök jó kérdéseid um, voltak egyébként. Meg, meg tök jó, hogy amúgy ti kérdeztek, meg informálódtuk, meg, meg, meg mentek utána. Szóval ez egy, ez um, egy igazából, igazából tudod, sokan azt gondolták erről a műsorról, tudod, hogy megpróbál majd... Uh, Tudod, egy véleményt formálni az egész dologról, vagy hasonló. Mi csak próbáljuk használni a platformot arra, hogy egy kicsit tudod, próbáljunk meg olyan információkat is hozni az embereknek, ami mondjuk nem elérhető, tudod, így a farzsebből. Bár, bár mondtad, hogy igen, csak nagyon kell keresni. Ugye, és meg ugye van, ami önél. nyelvi korlátok vannak, hasonlók, ebből a szempontból jó. Mindenesetre én nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és nagyon köszönjük, hogy, hogy eljöttél és megmondom őszintén, hogy, hogy nagyon örülök neki, hogy, hogy látom azt, hogy a, a, az orvosok között is a, a jelenlegi közvélemény vélemény, véleménye, ellen látok, látok, lelkes embereket, akik, akik, akikben, még, akikben benne van a tűz, hogy, hogy, hogy kergetik az álmat, és, és, hogy te is olyan, olyan ambíciókkal rendelkezel az oktatás tekintetében, stb vagy látom azt, hogy, 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 egy törekvés van benned, és hogy élvezed nagyon és nagyon szeretel, amit csinálsz, mert ezt mindig jó látni bármilyen szakmában. Hát nagyon szépen köszönöm, nagyon hálás Ebben tényleg ez szerintem egy kicsit az a kész szakmáról, hogy, hogy váltottam sebészetre, itt a, a kommunikációbeli különbség, meg e, például amikor vakbeles videót csináltam, én, én rájöttem, hogy, hogy például orvosi szakszavakat mennyire a saját szókincsának, meg az általános szókincsnek a részének tekintek, és akkor a feleségem mondta, hogy beszélj magyarul. Én mondom, magyarul beszélek. De hát, de, de, hát nem, hát ezt nem értem, és miért nem értett Kata? És, és mondja, hogy hát, mert ez egy latin kifejezés, és akkor mondta, hogy mondta, hogy tényleg, és akkor rájöttem, hogy Amúgy tényleg mi sokszor, és lehet, hogy ez egy plusz nehézség, hogy, hogy az ember annyi évig tanulja ezt a szakmát, és a szavakat olyan gyakran használja, hogy én teljesen azt hittem, hogy én érthetően beszélek. És sokan szerintem orvosok közül azt hiszük, hogy érthetően beszélünk, miközben olyan szavakat használunk, ami nem a köznyelvnek a része. És valahogy innentől kezdve indult ez, hogy ez ilyen belső szívügyem, hogy egy kicsit közelebb hozni az orvosokat, az emberekhez, vagy az orvosi kommunikációt, hogy, hogy, és én arra bíztatom a kollégáimat is, hogy, hogy nővéreket, orvosokat is, hogy, hogy próbáljunk meg kicsit nyitni, mert, mert egyre több információ van az interneten, egyre több mindent lehet olvasni, ahogy te is mondtad, és azzal, hogyha mi is megpróbálunk egy kicsit Érthetően kommunikálni, érthető nyelvvel lefordítani a, a szaktudást, akkor talán tudunk segíteni az embereknek, meg, meg növelhetjük a bizalmat, hogy, hogy, hogy egy kis hidat építeni. Nem mindenki alkalmas erre, és azt látjuk, hogy a, hogy a világban vannak, akik, akik a különböző tudományterületekről kiemelkednek azzal, hogy van egy képességük arra, hogy át tudják adni azt, amit tudnak, ö, egy kicsit érthetőbben. Hála Istennek ott vannak a social platformok, ugye, András vadá, főleg a TikTok, ugye, van, most már baldasztó, jó dolog. Úgyhogy ott lehet téged követni és zaklatni dolgokkal, és amikor van időd, hát... Hullámfé... Hullám kérdése sajnos. Hogy, hogy, hogy mennyi időd van, gondolom, ilyeneket csinálni. Igen. Jani, uh, itt közönség oldalról valamit kö körbejártuk? András, még egyszer nagyon köszi, hogy na, na, eljöttél. Reméljük, nektek is tetszett a műsor. Legközelebb találkozunk a következő Time Podcastben. Szevasztok! Sziasztok!